megtekintettük a moziba Ridley Scottnak, Sir Ridley Scottnak a legújabb filmét, a Napóleon című filmet, amivel kapcsolatosan én nagy-nagy várakozásokkal ültem be a moziba, és nagyon érdekes, hogy már a film bemutatója előtt Ridley Scott megelőzte a bajt, és már előre egyébként reagált a kritikákra, az előre még nem látott kritikákra, de amikor kijött a film, akkor a történelmi pontatlanságokra, azt mondta Sir Ridley Scott, aki brit származású, én ezt most tudtam meg egyébként nem régen, hogy get a life, vagyis azt mondta a kritikusoknak, hogy szerezzetek magatoknak egy életet, aztán a történészek további kérdésére hozzátette, hogy ha történészek kritizálnak, meg szoktam kérdezni, bocs, haver, ott voltál, nem? Akkor fogd be a kibaszott pofádat. Ez gondolom <laughs> egy, egy jó felütés lehet a film kapcsán, és mutatja az alkotónak a hozzáállását a, az alapanyaghoz, hogy ő úgy vélekedik a történelemről, ezt el is mondta, hogy hát volt ez a történelmi személy, ez a Napóleon, róla írtak történelmi könyveket, aztán azt is tovább gondolták a történészek, és folyamatában ennek az újra és újra gondolásnak a végén ki tudja, hogy mi volt az igaz és mi nem. Na, és akkor ezzel kapcsolatosan, a megtekintés után szerintem egy gyors véleményt mondjon mindenki az én felütésem után, hogy hogy kinek hogy tetszett a film, és akkor utána belemehetnénk részleteiben is. Anna, mi lenne, ha te kezdenéd? Oké, okay, nagyon szívesen. Fú, hát ez a film nagyon nehéz ügy, mint ahogy az utóbbi néhány hónapban, vagy talán az utóbbi két évben kijövő ilyen nagy, grandiózus hollywoodi moziknál mindig ugyanezt érzem, hogy értékelem a belefektetett erőforrásokat, értékelem a belefektetett tehetségeket, akár a castingban, akár a rendezőben, akár az alapanyagban, amihez nyúlik a rendező, de Valahogy annyira nem stimmelnek ezek a filmek, majdnem az összesnél ezt érzem, hogy vagy a hiteltelenségükben van valamilyen jelentős probléma, vagy szétesnek, nincsen, nincsen bennük egy fellelhető, ilyen koherens narratíva, nem lehet azonosulni a karakterekkel, nem. valahogy az egész lötyög, és azt gondolom, hogy ez most egy ilyen új um, hollywoodi útkeresés, miatt történik így, tehát Hollywood jelenleg nem tudja, hogy hol van, vagy hogy mit akar csinálni magával, vagy hogy így a posztmodern, metamodern között kóvályog valahol a filozófiai, hmm. meg ilyen művészet, művészeti eszköztár használatakor, és ilyen nagyon furcsa filmek jönnek ki, amik ilyen tényleg brutál nagyok, mind költségvetésben, mind hosszúságban, mind castingban, mind jelentőségben, és ugyanakkor azt érzem, hogy így kijövök, és egy eh, Hát oké, most eltöltöttem valahogy két és fél-három órát az életemből, de lehet, hogy tudtam volna jobban. Uh -huh. És a napoleon filmnél tökéletesen ezt éreztem. Uh -huh. Jó, egy jó, jó így előzetesen nem voltak nagy elvárásaim a filmmel kapcsolatban, azért látjuk, hogy a Ridley Scottnak a rendezői előélete és a történelmi nem, filmek viszonya azért elég ilyen szaklatott. Azt lehet így mondani. gladiátor, a mennyei királyság, a paradicsom meghódítása, tehát egy rengeteg történelmi témát dolgozott fel, és mindegyiknek volt egy ilyen, hogy is mondjam, történelem órán levetíti a történelem tanár azért, hogy ne kelljen tanítania, ellenben a gyerekek nézik, és akkor azzal így el van a foglalva, és akkor mindenki nyugodt, tehát a köbeszett hangulatot sugároztak nekem ezek a filmek, és egyébként mindig történelmi pocsék volt, mert hogy nem volt hiteles és teljesen elcsúsztak a történelmi események, a, a korrajz, a, a, az ideák, főleg szerintem az ideákat nagyon-nagyon uh -huh. nagyon ledobták ezek a filmek. És ne azt nyilatkozta, hogy de hát a bővített verzió, az, az, az mindent helyre fog rakni. Itt és is ennek, is a fi mondja. ennek a filmnek a kapcsán is mondta, hogy a bővített verzió, az a négy óra, az az, 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 az igazi mű, és hogy ez igazából csak egy ilyen, egy ilyen előzetes vagy tréler. De ezt még a premier előtt mondta, ez tök fontos. Tehát még senki nem látott a filmben egy kockát sem, de ő már előrevetített, hogy az igazi film az majd a vágatlan lesz. Uh -huh. Jó, én egyébként elhiszem azt, hogy neki tényleg az a, az a művészeti koncepciója, de akkor viszont azt adja ki a kezei közül. Tehát akkor az az, az amihez úgy ragaszkodjon, csak ez mehet le a moziba, mert ezt így, hogyha ő ezt ő maga se tekint igazán a filmjének, akkor én ezt hogy tudjam értékelni. És tényleg olyan volt, hogy így hiányosak a filmből jelentek, egy lyukak voltak, tele volt lyukakkal a film, és nem mondom, hogy a négy óra amúgy sokat javítanám amúgy ezen a filmen, de, de így nekem kevéssé volt értékelhető. Én ezen egyébként nem tudom, hogy javíthatna a négy órás verzió, csak úgy esetleg, a minden párbeszédes jelentet kidob a francba, és berak 90 percnyi másikat, és csak a csata jeleneteket mondjuk meghagyja, egy teljesen más narratív köntösbe mondjuk bele ágyazza az egészet, de mindegy, ezt majd kibontjuk. Peti, te Nekem hogy? csak eszembe hogy nem tudom, kinek lesz kedve megnézni. Nekem egyébként Ezek után. lesz kedvem. Igen. Ne, hát én meg fogom nézni, mert most kíváncsi vagyok, hogy ezzel... Akkor majd elmeséled nekünk. Elmesélem <laughs> majd, igen. Én megnézem. Nekem nem hozta meg egyáltalán a kedvemet. Nekem így a, a film ö, előzetesen már adott egy ilyen alaphangot az egésznek, hogy megláttam, hogy Joaquin Phoenix így megindított, hogy fú, az tök jó lesz, akkor ez engem érdekel. Ridley Scott egyáltalán nem izgatott, és uh, mikor kijött az első előzetes, és meghallottam az első tizedmásokra, hogy megszólalnak angolul, akkor már fejemhez csaptam, hogy ó, oh, nem már. Ez várható, jó, volt, jó, várható amerikai volt, film, igen. akár Franciaországról szól, nem fognak sajnos franciául beszélni igen. benne, hanem angolul. Igen. Most ez erős lehetne külön vitatkozni, ez egy külön téma lehetne most akkor, hogy mennyien kell hülyen ragaszkodni az adott nyelvhez, szerintem kéne. Szerintem mert, is. Mert ez így nagyon béna, pláne úgyhogy a film egyik részében az oroszok olaszul beszélnek. A franciáknak, hogyha énekük van, az megy franciául, de amúgy meg angolul beszélnek. Csak a franciák kicsit másabb angol, az angolok megint egy másik angol. Brit, -angolsággal Brit -angolsággal angol beszél az A franciák az egyik francia... meg amerikai angol, vagy ilyen. Igen, igen. Meg igen. komikus az a beszélgetés, amikor első Ferenc és első Sándor cár Találkoznak ketten, Még. és az egyik orosz angolsággal beszél, a másik meg egy ilyen német akcentussal beszél Igen. angolul, és egyszerűen parodisztikus. Igen. Hogy az egyik, mint egy ilyen, nem tudom, német író lenne, és úgy beszél angolul, a másik meg egy orosz, New Yorki maffiavezér és akkor úgy beszél angolul. Komikus, komikus szerint. Azt érzem, hogy egyébként itt a nyelvnél is, mint hogy nagyon sok mindennél, ez a film csak jelzésértékűen használja a nyelveket. Tehát, hogy csak az, azért beszél, beszélt egy-két mondatot, rosszul az a két orosz katon, hogy érzékelt, hogy egyáltalán Oroszországban vagyunk, és nem pedig valahol bármilyen egyébként. másik országban télen. Mert hogy egyébként a film semmilyen segélyeszköz nem ad arra, hogy hol a Francban tartunk a történelemben, és hogy éppen milyen hadjáratban, milyen országban milyen csatát uh, folytatlanak mm, volna. Ha nem írnak, ki a képernyőre, akkor nem tudnánk, És jaj. akkor még, és még, és még ilyen, ilyen kis segéd, mankókat ad a film, mint például, hogy ott ketten oroszul beszélek, hát akkor valószínűleg Oroszországban vagyunk valahol. Nem, hát ezek a hadjáratok egyáltalán nincsenek felépítve, csak így elfejledik a kép, búm, ott vagyunk, búm, ott igen, vagyunk. Gyorsan igen olyan... lezavarjuk, és akkor menjünk vissza, mert Ez olyan, mint egy Napóleon best, best of hits, hogy így fogta El. a legnagyobb csatáit, és akkor azt így egymás mellé rakta, de mégiscsak kihagyott egy-két olyat, ami nem illeszkedik bele a narratívájába, és ezt majd kifejtem, hogy szerintem mi ez a narratív, vagy akkor bele is kezdek. Én ugye nagyon vártam ezt a filmet, ahogy Peti. annak ellenére, hogy én nem kedvelem Ridley Scottot, szerintem ö, amerikai ipari filmeket gyárt, csak a bevétel számít neki, de mégiscsak kalandos, izgalmas, látványos filmeket csinál, és azt gondoltam, hogy ha valamit kapunk mégis Napóleonból, és látjuk megjelenítve ezt a nagy formátumú történelmi figurát, akkor hát én szemet tudok hunyni a történelmi pontatlanságok felett, és Tudom azt mondani, hogy oké, okay, ez egy szórakoztató film, és az arra való, hogy az emberek kikapcsolódjanak két és fél órára. Bár ez lett volna. De szerintem nagyon nem ez történt, és jó, hogy említetted az előzetest, mert szerintem már az előzetesben hazudik a film, ahol pontosan egy ilyen grandiózus, nagyformátumú, kalandos történelmi filmet vetít elő nekünk, hogy a... A, a szerető, a zsarnok, a hódító, hogy ki vannak írva, és akkor van is egy ilyen, egy ilyen tételmondata, hogy ő az, aki a semmiből jött és meghódította a mindent. Ez is már egy hazugság, mert nem a semmiből jött, a másik fele igaz, hogy meghódított mindent, de ez egy jó felütése, úgy gondolom, a filmnek, és ezzel szemben én egy bohózatot kaptam, egy parodisztikus, Végtelenül hazú Napóleon képet, aki tényleg módszeresen egy hülyének van beállítva, inkompetensnek, érzéketlennek, önzőnek, semmiféle vezetői képességekkel nem rendelkezik, és mellette pedig van egy áldozatnak bemutatott feleség, aki, aki így, így elszenvedi ennek a patriarchátusnak a. A, a, az uralkodását rajta, és így ez az egész háborúzás is úgy van bemutatva a filmbe, mintha a kudarcos magánéletének a kompenzálása lenne Napóleonnak. Én nagyon ezt éreztem a filmben, és nagyon sok ponton alátámasztva éreztem ezt a fajta narratívámat, és, és én ezt nagyon hazugnak tartom mind a két oldalról, azt is, hogy Napóleon egy egy béna kacsa lett volna, mert a történelem az nem azt támasztja alá, és az sem igaz, hogy Josephine az egy, az egy teljes mértékben elszenvedője lett volna a, a napóleoni erőszaknak, és és ez így, így történt volna. Szóval nagyobb baj az a film, hogy még, még ez se állítja szerintem igazából, tehát még ez a narratív keretet, sem érzékelteti számomra. Oké, okay, akkor, okay, ez akkor ez, majd ezt és akkor majd megmutatjuk. Valószínűleg azzal egyetértek amúgy, hogy ez a béna kacsa jelenség, az, az hatványozottan, hatványozottan, jelen van ebben a filmben, amit viszont nem tudok tényleg hova tenni, beszélgetünk a film után, hogy ez lehet, hogy a Ridley Scottnak az ilyen angolságából fakadó francia ellenszem, vagy hogy másra nem nagyon lehet. Én csak ezt tudom mondani, csak így tudom értelmezni az egészet, Ö, egyébként Wellington Herceg, ugye a brit oldalról, ő is egy ilyen karikaturisztikus figurának van bemutatva, de ő mégiscsak, aki ugye az ellenlábasa lenne Napóleonnak, de neki ugye mégiscsak valami emberséges oldala megcsillan a történetbe, amikor ő megkíméli Napóleon életét, és megfegyengeti ugye a katonáját, hogy, hogy ne bántsa, de, de, én, de én azt látom, hogy nagyon nagyon egy ilyen, mintha egy francia ellenes propaganda lenne, és mellette meg egy ilyen nőket előtérbe helyezni akaró vagy az sugalló történet. Én nagyon ezt éreztem, és ez végtelenül bántó, azt gondolom, a történelemmel szembe. Na, ezzel a részével most egyetértek, de azzal, Na. hogy a, a, a Josefin az így elszenvedné, vagy ő egy szenvedő nő lenne ebben a filmben, azon így annyira nem értek egyet. Szerintem, hogyha egy nőt rendesen uh, úgy akar beállítani egy egy narratíva, vagy egy rendező, vagy egy film, hogy őt szenved, akkor ott látjuk az ő szenvedését, akkor az ő, uh, nem tudom, érzelmi perspektívája, vagy, vagy tényleg így a, a színei, azok fel vannak valahogy vázolva. Vagy ebben a filmben nincsen semmi Jozefénről. Ennyire határozottan nincsen, de nagyon erősen szerintem sugalmazva van, és pontosan a történelmi tények úgy vannak ferdítve, hogy hogy erőszakosan lépjen fel Napulán, de majd végigvesszük így a, a filmnek a, a gerincét, így a történelmi ö, sarokköveket, és akkor majd én elmondom, hogy szerintem ez miért az, te meg, vagy ti elmondjátok, hogy szerintetek, ha ez nem pontos. Oké, okay, csak hogy a, ez a megideologizált narratíva ami be szerinted beleilleszkedik ez a film. Szerintem ez létezik, csak nem az, amit mondasz. Jó. Én nem, én nem azt mondom, hogy ez egy szofisztikált és nagyon nagy és határozott ecsetvonásokkal ez fel van festve, hanem így sugalmazva van, kicsit így mutatva van, de igazából azt látom Ridley hogy őt sem érdekli az az egész annyira, hogy rendesen felfűzön erre, erre egy filmet, hanem ő ezt gondolja, le akar egy áratni valamiért Napóleont, a nők, nőket előtérbe akarja helyezni, és akar egy kalandfilmet ez csinálni. Ez egy kötelező szóval. ilyen hollywoodi panel előrehelyezés, mert igen, én, nem Szerintem tudom. Szerintem igen. És csak gondoljunk bele az utóbbi néhány filmbe, akár a Joachim Phoenixnek a legutóbbi filmjébe, a Boy is Afraid című, uh, fú, az egy, az egy Ariaster film talán? Igen, igen. Film, igen. az a film, az tehát, hogy nagyon sokszor eszembe jutott a film alatt is, miközben néztük a napoleont, mert mikor mentem haza, főleg akkor, hogy a Joaquin Phoenix az hozza azokat a manírokat, amit a Boys Afraid-ben hoz. Uh -huh. És az a film, az konkrétan arról szól, hogy egy grandiózus, narcisztikus nő, egy karakter, az a végtelenség elnyomja a fiát, és a fiából egy neurotikus, szerencsétlen lesz, aki fél, Esetlen impotens, vagy hát így a szexualitásában így ö, visszamaradott, vagy hogy nem tudja kielni ezt a fajta potenciáját. Ö, iszonyatosan furán viselkedik egy ilyen életét egyedül vezetni nem képes szerencsétlen nyomarék változik gyakorlatilag az elnyomó nő mellett. És hogy ez a fajta motivum, ez a nagyon erős, domináns, grandiózus nő, meg ez a fajta elnyomott, szerencsétlen, vagy ilyen soha fel nem nővő gyermeki férfi, ez mostanában a, a filmes narratívákban, Hollywoodban egyre többször elő fogja nézni, de már most is nagyon intenzíven ott van. A Scorsese filmre, hogyha visszamegyünk, amit néztünk együtt, a Megfojtott virágok. Megfojtott virágok című, ott is az van, hogy ki lett a főszereplőnk? Egy Gyakorlatilag a, a, az ártalomig egyszerű, az Nem. ártalomig buta férfi karakter, aki mellett van egy erős, bár egyébként nem potáns nő. És hogy nekem ez most nagyon sok eszembe jut, hogy ugye a feminista fordulat Hollywoodban az az volt, hogy a férfi karaktereket lecserélték női karakterekre. Gyakorlatilag egy az egyben fogták a férfit, kivonták belőle a, a, a péniszt, meg így mm. a, a színészt, és beleraktak egy nőt. És hogy a karaktere ugyanaz maradt maszkulin jellemvonásokkal, maszkulin képességekkel és, és, hős narratívával, meg mindannal, és hogy erről mindenki tudta, hogy ez érvénytelen. Tehát ez egy nő nem így viselkedik. És most kezd el szerintem így uh, racionalizálódni a nő, vagy így realizálódni a, a női uh, karakterfestés Hollywoodban, hogy most már kemények a nők, meg erősek, meg leuralják a filmeket, ahogy itt is ebben a Napoleon történetben is, uh, Josephine az a Napoleon világának a közepe, és inkább próbál kettőjükről szólni, meg a Napoleon impotenciájáról szólni, és a, a, a az ilyen érzelmi irányító szerepéről szólni ez a film, csak hát Józsefin nem egy férfi, tehát nem ő ül lóra, nem ő, ő veszi a kardot, és nem ő mészárolja le az embereket a, a harcmezőn, de hogy ugyanakkor egy ilyen mesterségesen kinagyított szerepben ábrázolják, vagy ábrázolja már őt is ez a film. És Nekem ez az elméletem, hogy igazából ezt látjuk ebben a filmben, hogy fogtunk egy potens, hatalmas, grandiózus férfi karaktert a történelemből, a világtörténelemből lefokoztuk, ki kell őt egy kicsit gúnyolni, meg kell őt egy kicsit rugdosni a jelenlegi kor erkölcsi normái alapján, és amikor ezt így megtettük, akkor utána egy kicsit a nőt előtérve lehet hozni, egy kicsit meg lehet támogatni különböző filmes eszközökkel, nem mondunk semmit, majd kimentünk a moziból. Hm. Szerintem most ez történik Hollywoodban. De egyébként, bocsánat, annék, hogy a, az egész filmben én azt éreztem, mert ezt Tök igaz is, amúgy szerintem ez nagyon valid, amit állítasz. De hogy a filmben ö, egyáltalán nem lehet eldönteni, se a te narratív áldozat, amit mondasz, hogy, ez, hogy a, a nőt hogyan mutatja, vagy ő egy elnyomóba van, mert néha ő próbálja meg elnyomni a Napoleont, néha fordítva, de akkor azt se tudjuk eldönteni, hogy most akkor a Napoleont néha úgy van bált, vagy amúgy egy kemény csávó, aki nagyon képbe van, néha meg ilyen, általában inkább egy ilyen bugyuta, kicsit bugyuta. egyszerűbb, Ilyen Bénácska, akit nem értesz, hogy hogy került azokba a pozíciókba, be van. De ugye az egész filmben azt érzem, hogy nem tud dönteni, nem állít semmit, hanem csak úgy végigúszkálunk ezen a történelmi kis folyócskán, de úgy nem kötünk ki sehol, uh -huh. és közben próbál valamit állítani, azzal, hogy így a Napóleon próbál egy nagyon a negatív oldalakat felerősíteni, de azt meg nem sikerül annyira, hogy szerintem. Hát nem egy valamit tudott állítani, vagy mindenképpen állított, hogy Napóleon egy inkompetens, béna ember. Ezt mindenképpen sikerült állítani, és szerintem a másik oldalon, hogy Josephine-ről mit állít a film, azt szerintem teljesen vitaképes. Uh -huh. És uh, engem is zavar egyébként, hogy Hollywood nem tud, vagy nem akar. Uh, rendes női karaktereket hőségül választani, akár történelmi filmekbe, mert még történelmi viszonylatban is megvannak azok a női előképek, akikről nagyon jó filmeket lehetne készíteni. Ha csak az ókori Egyiptomot megnézzük, akkor ott van Nefertiti, ott van Kleopátra, és szerint akiről a leges, legérdekesebb filmet lehetne csinálni, és amivel egyébként a mai feministák is állandóan revolverezik a közéletet, hogy a női energiákat be kellene hozni a politikába, ez maga a fáraó, aki pontosan ellentmondott az előtte és majd az őt követő hódító uralkodóknak, és ő ténylegesen valamiféle békítő energiákat hozott be a politikába, a, a női praktikákat, egy ilyen érzelmesebb vagy, vagy racionalitásra alapuló és nem ambícióra alapuló ő uralkodást. És Fantasztikus filmet lehetne szerintem ezekről a karakterekről csinálni, akik nem arról szólnak, hogy lenyomják a férfiakat erőből, és ugyanolyan, vagy még erőszakosabbak, mint a férfiak, és ezáltal ők jönnek ki győztesként, mint mondjuk egy Margaret Thatcher. Most, ha egy Margaret Thatcher-t megfilmesítünk, akkor pontosan nem a női energiákat mutatjuk meg, hanem azt, hogy egy nő is tud úgy viselkedni, mint a férfi, és volt is egy ilyen mondás a Margaret Thatcherről, akinek a kormányában ugye csak férfiak voltak, és azt mondták mindig, hogy hát a kormányában ő hordta a nadrágot. És ez így is volt. Ő volt a legkeményebb arc a kormányában, de hát nem, a, nem azokat a női energiákat testesítette meg, amit egyébként én is szívesen látnék a politikában. De, jó, amikor nem? mondják, hogy női energiákat akarnak látni a politikában, akkor ők nem úgy értik, hogy az ilyen fajta gondoskodó jellemet, hanem, hanem mint, mint női létszámot növelő Sajnos. tényezőt akarják látni a politikában, hogy meg legyen a kényelmes képviselői hely, és általában ezt olyanok mondják, akik amúgy egyáltalán nem női energiával politizálnak, hanem a legkeményebb maszkulin stílusra leszik magukra. Igen, és ez a problémának a, a lényege. A, a, castingra térjünk rá, még mielőtt a sztoriba belekezdenénk. Szerintem az, az, nagyon fontos, hogy, hogy eleve, ugye már szerintem a trailer is hamisan állított dolgokat, és a casting is, is egyfajta manipulálása, úgy mondom, a nézőknek. Azzal, hogy ugye Napóleonnál idősebb volt Józefin, hat évvel, és ő nem volt egy különösebben szép megjelenésű, vagy, vagy korának megfelelően egy ilyen szép karakter, de, de attól függetlenül hogy komplex jellem volt. És uh, itt meg uh, nemhogy idősek, hanem azt hiszem a Joaquin Phoenix 14 évvel idősebb, vagyis egy ilyen 20 évvel el van tolva az egész, ugye, hogy Még van egy... Meglepődnék, hogy csak 14 lenne. 14 azt hiszem. -e. -e. Azt hiszem 74-es a Joaquin Phoenix, és 88-as a Vanessa Kirby. Vanessa Kirby sokkal fiatalabb, nagyon-nagyon hát fiatalos nem. és <laughs> Na, nagyon jó, nézett ki ebben a filmben. Igen, és, és ezért is szerintem egy rossz casting van ez a körben, mert túl jó nő. Túl jó nő erre a karakterre igazából. Ö, könnyebb vele azonosulni nyilván mindenkinek, és könnyebb. Őt elesetnek látni, vagy elnyomotnak. Míg mondjuk a megfojtott virágokban szerintem nem egy ilyen klasszikus szépség volt a női főszereplő, Abszett. hanem egy teljesen normálisan kinéző indián nő. Szerintem az egy kiváló casting volt, és annak ellenére tudott egy kompetens, de nem túl erős karakter lenni. És akkor itt meg a Joaquin Phoenix belett castingolva, szerintem a Joker és a Gladiátor szerepe miatt. Mert a Jokerbe egy ilyen neurotikus, szorongó, béna, hát ilyen szerencsétlen, nyomorult embert játszott, a Gladiátorba pedig egy hát egy ilyen elnyomó uralkodót. És szerintem Ridley Scott valahol ezt a kettőséget akarta visszalátni a filmjébe. És én nagyon-nagyon rossz castingnak tartom, arcra is, karakterre is, és nyilván ennek megfelelően Joaquin Phoenix, akármilyen tehetséges, de szerintem rossz volt ebbe a szerepbe hmm, kimondani. Ezzel tudnék vitatkozni, mert Jó. Ezt, az, hogy valaki milyen egy filmben, azért nagyon sokszor azon múlik, hogy a rendező milyen instrukciókat hát ezt ad neki. Mondom, de igen. Hogy, most ezt, e, ezt a szerepet szerintem simán eljátszotta volna tökéletesen a. a a Joaquin Phoenix csak... Lehet, lehet. Csak Biztos, ezt én már nem hogy tudom elképzelni. -e valószínűleg igen. Ez. De nekem csak... arcra se stimmel Napóleonnak, karakterre, korra se. Érted, most 49 éves a Joaquin Phoenix, és Napóleon 51 évesen halt meg. De ahol kezdődik a sztori, ott 24 éves. Akkor hány éves embert kéne egy régi nem... Hát max. egy 30-ast. És inkább öregítsünk, 35. inkább öregítsünk. Hát könnyebb hát, öregíteni. öregíteni. Hát most nézzük meg, hogy a Robert De Niro hogy nézett ki az irishman amikor megfiatalították. Jó, hát jó, nyilván, de azt hiszem, nem olyan szintű öreg emberről beszélünk itt a mi színészünk esetében. Hát, hát. Jó, tehát ide biztos, hogy ez egy olyan film, amiben egy ö, nagy formátumú ö, úgymond ilyen legendás. Egy nagyon színész, karizmatikus színész kell. Ezt, ezt, az bárki én... nem játszhatja, nem, nem jöhet be az utcára, hogy na, ő lesz, ami Napóleonki, de kellett egy, egy húzó név, okay. egy karakter, de nem olyan tudsz, szerintem olyat mondani, aki, a, aki közelében is lenne. Mondjuk a Phoenixnél. Hát jó, de tök jól lenne, lenne, hogyha a Phoenixnél egy olyan, vagy egy, hozzá képest egy olyan színész jött volna be, aki legalább nem játszott ennyi olyan férfi karaktert, aki ennyire nyomorult, mint amennyire a Joker, meg amennyire a Bólyó. -a, Még a, a Jézus Pulta Krisztusban félben. is egy ilyen végtelenül alárendelt szereplő volt, a Kim Phoenix. Aztán és láttam, és egy azt volt a a Nagyon sok szerepe van, tehát most nem tudom hirtelen, hogy statisztikailag hányban játszott kompetens, erős karaktert, és nem, de az biztos, hogy a legnagyobb szerepe, amikben kiváló volt és zseniális volt az ezek az ilyen fura, a társadalomba be nem illeszkedő, így a társadalomba... Igen, mert a, a csávó legnomorítót... is egyébként ilyen a magánéletben egy kicsit, szóval... Tehát... Jó, de ő bármit el tud játszani, érted? Bár, tényleg a, a legnagyobb ö, császárt el tudta volna játszani, aki meghódítja egész kontinentális Európát, el tudta volna játszani, csak nem ez volt az utasítás. De egyébként kíváncsi vagyok, hogy van egyébként olyan színész ötleted, aki be, megfelelő lett volna erre a főszerepre, Hát most ha mit tudom, nem tudom, nem tudom. Szerintem nagyon kevés klasszikus értelem vett ilyen nagy formátumú színész van Hollywood, nem, nem lehet a... bárkihez hozzá. De anyu. miért? Most a trónok harcában miért tudtak berakni minden szerepre valami nagyon passzoló, el nem használt De azok brit még arcot. akkor nem voltak nagy nevek mindenki. Hát de, 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 miért? Hát ott volt a Geoffrey karaktere, senki nem ismerte egy Shakespeare igen, a most az lévő mondja, szín... igen de most de egy karizmáról beszélt az Ádám, de ez elképesztően karizmatikus. Mi, mi nem úgy értett, hogy egy, egy olyan karakter, akinek mindenki ismeri a nevét, de miért jó mert Ha a Apple belerak 200 millió dollár dollárt a, filmbe, akkor kell a... A Hollywood sajnos nem így működik. Ezzel játszott a DiCaprio a megfojtott világon hogy igen, mert igen, akkor igen. háromszor annyian ülnek be a moziban. Nyilvánvalóan é, nem, igen, nem ő ő mindegy, volna, hogy, igen tehát, igen, tehát, hogyha viszont ezekből válogatunk, hogy ez egy nagy hollywoodi produ produkció, egy ilyen blockbuster, akkor viszont tényleg kell egy név Jó, hozzá. csak én nem üzleti szempontból közelítem meg, hanem mondjuk művészeti szempontból. Hát a művészeti szempontból Úgy Úgy kéne... meg lehetne csinálni igen. egy kis költségvetésű francia filmet, ahol francia játsza a főszerepet, franceul beszélnek, és valószínűleg van is ez a film, csak nem néztük meg. Van egy sorozat egyébként, egy négy részes sorozat. Oh, azt nem meg kell a... nézni. A Gerard Depardieu van benne, igen, meg igen. a John Malkovich, meg ilyen, ilyen. John Malkovich. John Malkovich látsz a Talerant, aki igen, igen, igen. ebből a filmből majdnem teljesen ki lett hagyva, meg mindenki más napul, a mögött. Igen, az összes Marshall, a Marsala, a tanácsadó, Fusé Talerán, mindenki ki lett hagyva a filmből. Igen, ez is érdekes, hogy a politikai szálhoz ez a film, ilyen kesztyűvel nyúl csak, vagy így nem nagyon akar róla semmit sem mondani. Undorra inkább. Igen, ne? és hogy ez. Így valahogy... gyorsan letudja, hogy ez a két perc, oké, Robespierre leszettük a Az egész filmben van egy olyan érzésem, olyan, amikor néztem, hogy hú, mint egy ilyen kellemetlen maratonfutás, hogy hú, csak legyen már vége, de nem csak ez bennem volt, hanem úgy éreztem, hogy a rendező is így volt, hogy hú, csak valahogy jussunk már oda el, hogy megöljük, a, vagy, vagy megöljük, hát meghal a végén. Uh -huh. És az egész film egy ilyen nagy kínszenvedés volt, egy ilyen elnyújtott halátusa, és nem tudom, hogy ez, 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 ez művészeti koncepció, vagy egy összecsapott munka. Meg kínos volt. Igen. De az tudatosan volt kínos, az látszik, hogy egy koncepció volt benne, hogy kínos legyen, és kellemetlennek legyen leírva Napóleon karakter, és akkor szerintem kezdjük el a, a fő, fő pontokat csak a, csak a filmben. Ugye úgy kezdődik a film, 1793-ban vagyunk, és Maria Antoinette-et ugye kivégzik. Na, itt már bennem felmerül egy kérdés, hogy miért nem 16. Lajos kivégzését mutatják, mert ő volt az uralkodó, ő testesítette meg azt a monarchiát, akinek a helyébe lépett a forradalom, Maria Antoinette, ő a pazarlásnak és az arisztokráciának volt egyfajta szimbóluma, és én azt gondolom, hogy ő direkt lett beemelve a filmbe, hogy ezt a női narratívát erősítse, és a, a jelenet is úgy volt manipulálva, hogy ugye ő nagy büszkén besétált, gyönyörű szép hosszú hajjal, megdobálták őt, de ő elviselte ezeket az ütlegeket, nagy büszkén odaállt a Giotinhoz és akkor lefejezték. Ez a valóságban úgy történt, ja, és hatalmas nagy üdvrivalgás volt a, a, a jelenlévők körében, a valóságban ez úgy történt, hogy meghökkent és csendes volt a, a, közönség, egy hintón hozták be, és ugye már előre levágták a haját, mert nem túl praktikus ugye úgy lefejezni valakit, hogy hosszú haja van, ez ilyen praktikai ok. És akkor utána, a lefejezés után a, a közönség között, vagy hát a, a bámészkodók tömegében megjelenik Napóleon, és nagyon csúnyán néz. Nagyon csúnyán néz a nő kivégzése után, nagyon sejtett a film valamit, Napóleon nem volt ott egyébként a történelemben ennél a jelenetnél, mert pontosan tudjuk, hogy ő Tulumba volt már ott, ott végzett szolgálatot. És nekem már itt kezdődik ez a narratíva építés az első jelenetnél, ahol történelmi tényeken picit izé görbítünk, kicsit nem úgy mutatjuk be, nem is azt mutatjuk be, ami a történelemről szólna, és benetek felmerült egy kérdés, hogy érdemese ezt a filmet történelmi filmként értelmezni, és mondjuk, és mondjuk megnevezni ezeket a hibáit a filmnek, vagy pontatlanságait. És szerintem, ha az lenne a filmnek a címe, hogy átlagos francia uralkodó, vagy a francia forradalom, és egy neves sincs tábornokot, vagy akárkit bemutat, akkor igazatok lenne, de itt ez egy Napóleon film. Itt nem véletlenül nyúlt a Napóleon karakteréhez Ridley Scott, és róla akart valamit elmesélni. És... Én inkább azt gondolom, hogy Napóleon itt inkább mint Brent szerepel, hogy Napoleon jó figura, amire az emberek bemennek. Úristen. Lehet, lehet, én erre nem gondoltam. Ez... Szerintem egy hogy, 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 ilyen hogy az de... van, hogy, hogy már ma Marvel filmekre már nem mennek az emberek, mert a szét lett járat, és kell egy újfajta izé, blockbuster stílus, és akkor csinálunk Napóleonról filmet, mert az egy olyan név, amit még az a hülye is hallott, akár lehetett volna a Cézáról is csinálni filmet. Tehát van egy-két még ilyen történelmi szereplő, akire így az ember felkapja és a és fejét. Tök, sok, sok nagy rendező próbálkozott belevágni a fejszét, és senki nem csinálta Stanley meg. Stanley Kubrick például, például, a nagy kedvenced, aki írt is egy forgatókönyvet. Jack Nicholson játszotta, játszotta volna, és ki lett volna a Josephine? Audrey Hepburn, ha jól emlékszem. De jó de Isten, de, de hát lett volna. volna. De úgy volt vele, hogy az 1970-ben megjelenő Waterloo, vagy Waterloo, Igen. vagy hogy mondják magyarul, című film nagy bukás volt, és azért nem állt neki, mert Igen. úgy volt vele, hogy nem, nem lesz ez kifizetődő. Az a Waterloo film, az egy kiváló film, aki Napóleonról szeretne bármit is megtudni. Szerintem ott nagyon hitelesen van ábrázolva. Az ő karaktere is, a belső vívódása, a történelmi csata is nagyon jól van ábrázolva. Szerintem fantasztikus, fantasztikus az a film. És bárcsak olyan történelmi filmek készülnének. Azért mondom, hogy itt Napóleon csak népp van felhasználva, ez érdekes, és mondasz. hogy történelmileg nyilvánvalóan hiteltem, de maga a rendező is azt mondja, hogy ő nem foglalkozik ilyen dolgokkal. De oké, okay, tudod mit? Én azt mondom, hogy ez nem is baj. Akkor ne legyen ez egy történelmi film. De akkor mondja azt, hogy vagy ne is mondjon semmit, akkor csináljon egy propaganda filmet, csináljon egy narratív filmet, de legalább legyen annak, annak megfelelő fogalmi elemekkel rendelkezzen. De még szerintem azt se teljesíti. Tehát ez a film több ponton elbukik. Elbukik, mint történelmi film, elbukik, mint blockbuster film, és elbukik, mint ilyen narratív, politikai film, ami kedvezne a, a ennek a rossz értelembe vett liberális Hollywoodnak. És most jön az elméletem, Na. és szerintem azért bukik el ebben a három kategóriában, mert szerintem ez egy film. Na és akkor mi az a szeánsfilm, Anna? Tehetnétek fel ezt a kérdést nem. teljes joggal. És, van, és nem hallottam még. És a, mert hogy ez nem egy létező fogalom. A kedves barátaink, Alex már volt itt ezen a csatornán is, és ő egy másik barátunkhoz, a Gergőhöz, a Gergőjékhez a, a filmnéző podcastbe ment el egyszer, és akkor találtak ki a szeánsz film kifejezést, és azt mondják, hogy ez egy ilyen fel nem fedezett műfaj, de hogy mostanában a filmek ezt a struktúrát veszik fel, és hogy egy ilyen hasonló mintázatot követnek. Igazából a szeánsz filmnek az a a, szerintük a lényege, hogy repetitív motivumokat használ, az egész egy ilyen nagy közösség egy ilyen grandiózus közösségi élményé próbál így nőni, tehát a tömegkultúrába próbál behozni egy ilyen szeánszerű, vallásszerű, egy ilyen ö, spirituális élményt, amikor közösen elmegyünk egy ilyen rohadt nagy filmélményre, ami tele van hatalmas zenékkel, de ilyen organa jellegű, vagy ilyen spirituális. Bármelyik filmről vagy... beszélünk akkor? A például. Oké, igen, igen. Az Opeheim szerintem abszolút ebbe a kategóriába, csak tökéletesen be, beillik. De hogy igen, tehát egy grandiózus jön, hatalmas, nagy zenékkel, nagyon sok képi szimbólumot használ, meg repetitív ilyen kép is sémákat, hogy mindig visszajön ugyanaz a struktúra. Ugye ez a mondjuk itt a Napoleon filmnél az, hogy van a Josephinn-nel ez a párkapcsolati szexuális gyerekcsinálás, csinálás motivum, és jönnek utána az egyes harcok. És akkor ezek ilyen mintázatban követik egymást, majd pedig uh, visszatér a film uh, ugye a nyugvó pontra, ahol gyakorlatilag vége is lesz. Tehát a, a semmit tevésbe megyünk a semmittevésbe. De hogy yeah. ez egy ilyen. Uh, gyakorlatilag ez most már egy ilyen műfai motívummal válik, és ami még itt szerintem tökre fontos, az az, hogy, hogy ideológikusak ezek a filmek, hogy nem érdekli, hogy milyen hiteles elemek vannak annál a témánál, amihez ő hozzányúl, sőt, nagyon szeret hozzányúlni, szerintem, hogyha ez egy tényleg zsáner lesz, akkor szerintem szeretni fognak majd ilyen grandiózus történelmi témákhoz, vagy nagy jelentőségi történelmi témákhoz hozzányúlni, mert hogy egész egyszerűen ezek kurva jó alapanyagok. Végtelen sok információnk van róla, mindenkinek van valami közös tudása, amikor beülünk a moziteremben, akkor mindannyian kapcsolódunk abban, hogy ismerjük Napóleont valamennyire. Tudjuk, hogy ő körülbelül ki volt. És akkor van egy közös Napóleon élményünk, de ő nem akarja nekünk a hiteles Napóleont bemutatni, ő a jelenlegi ideológiai alapállásából, a jelenlegi gondolataiból, a jelenlegi filmás ambícióiból csinál egy filmet, ami ilyen napóleonos, de hogy nem e szól, ő csak eszközként használja, és hogy éppen ezért vannak benne ezek, a, ezek az ilyen korszellemre jellemző dolgok, hogy a, 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 a nagy férfiak, azok igazából játszó kisgyerekek, akiknek a játéka nyomán milliók halnak meg. És hogy az ilyen hatalmas férfiakat össze kell zúzni. És ezért van az, hogy szerintem, amikor politikáról beszélünk, akkor is, ez, például Ádám veled már többször feljött, hogy így a, a Putyin is egy kicsit ilyen, hogy a saját politikai ambíciói okán, igazából értelmetlenül, háborúzgat így passzív. Hát igen, egyébként helyen. ebben az állításban szerintem van némi igazság. Tehát az, hogy, az, hogy a, a, férfi ambícióját a háborúban élik ki, azért ez nem teljesen, hogy mondjam, alaptalan kijelentés. Na hát igen, de hogy ezt ilyen ideológiailag gondoljuk most így, néhány száz éve nem így gondolták az emberek, ebben nem tudtál volna konszenzust kialakítani. Most nagyon sokan gondolják így szerintem a, a háborúról, de Tehát, mindig igen. volt egy eszmei megalapozottsága, én azt gondolom. Most Putyinnak is megvan, Napóleonnak is megvan, akik Napóleonnal szembeszövetkeznek, azoknak is megvan. Szerintem, szerintem mindig van egy ilyen valamiféle narratíva, vagy valamiféle történet, eszmeiség. Jó, akkor azt kérdezem, szerintem az ideológiai megalapozottság talál egy embert, aki azt a megalapozottságot eljuttatja a konfliktusig, vagy azzal, hogy van egy személyes ambícióval rendelkező ember, aki keres valami ideológiai megalapozottságot, hogy ezt az ambíciót megvalósítsa. Hát most azt én biztos nem tudom bizonyítani, hogy a valami eszme talál magának egy, egy gazdatestet, és akkor az, az így izi megvalósítja a történelmet. Ez ilyen puzsérizmus, én ezzel nagyon nem tudok egyet érteni, ez ilyen, ez ilyen kötszurkálás. Várjátok, ez most fel. Én azt gondolom, hogy igazából ez tök mindegy, hogy kinek van igaza. Lehet, hogy egyikőtöknek sincs. De én még nem is mondtam te vagy, semmi, a, a, te, vagy a, te, vagy a, régi ideológia, az, aki azt gondolja, hogy van valami oka ennek a háborúnak, valami érvényes érték. Nem feltétlenül érvényes, de valami sztori van van mögötte, ami miatt indul, de azt gondolod, hogy igazából ez férfiak passziói. Én azt gondolom, hogy a mostani korszakban az inkább le... az veled érte egyet, egyébként... és hogy ez a gondolat is megjelenik meg a filmben. Én azért ezt nem tisztán állítom, csak azt mondom, hogy van egy ilyen aspektusa. Tehát azért vannak olyan beszélgettünk tegnap a film után a Nas és a Nas Sándornak mondjuk nem tudom elmegmondani, -e hogy mi az a fajta ilyen missziója, nem tudom, a helling kultúra kiterjesztése a világra, valószínűleg? Nem. Ott, ott valószínűleg nekem is eszembe jutott, hogy valószínűleg nála az van, hogy neki van egy végtelen ambíciója, ami túltánk benne, és van egy ilyen idealizált misztikus, irodalmi képe ugye Achilleusról, és akkor ő ezt a kettőt saját magába így összepárosítja. De hogy ő, ő akar lenni az új Achilleus, és akkor az egész ismert világot meghódítja. De hasonló érzek, Julius Caesar vagy Augustus kapcsán, tehát hogy egyébként az ilyen, ilyen szereplőknél szemben az így elő-elő kerül, és nyilván vannak olyan háborúk, amik Erőforrások megszerzésére, ideológiák terjesztésére, honvédő háborúk, még, még karitatív, karit, nem karitatív, hanem ilyen, hogy mondjam, humanitárius beavatkozásokként is el tudok képzelni ö, ö, háborúkat, de, de azért nagyon sok háborút azért ezek a belső ambíciók ö, motiválnak. A legnagyobb hódítók esetében én azt gondolom, hogy hogy igazad van, és a Háner Pétert is, ha megkérdezik, hogy Napóleon mit gondolt így eszmeileg vagy ideológiailag? Azt mondja, hogy igazából semmit, igazából ez egy eszköz volt neki, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje, neki egy eszköz volt ahhoz, hogy a hatalmi ambícióit kiélje. Én sokat olvastam ugye Napóleon kapcsán arról, hogy hogyan bánt az emberével, hogyan menedzselte őket, milyen emberségesen viselkedett velük. Akár törvényhozási szinten ö, milyen ö, progresszív intézkedéseket hozott. Ő volt az, aki a, a forradalomnak minden pozitívumát megtartotta, mit tudom én a, a zsidóknak állampolgárságot adott, meritokratikus ö, rendszert ö, honosított meg, ö, mit tudom én, eltö eltörölte a tíznapos ö, munkahetet, meg stb és és a, a negatívumait meg így eltörölte az előtte lévő ö, Robespierre rendszernek. De ezeket ő nem azért csinálta, mert egy jó ember volt, mert ő prosperitást akart, hanem ez szolgálta legjobban a hatalmi ambícióit. Én én nagyon így látom, de ettől függetlenül ezeket az érdemeit ö, elvitatni vagy mondjuk betenni a történelembe Hitler mellé azt szerintem méltatlan, mert Jó. Hitler is a hatalmi ambíciói mentén tett mindent, és azt mondhatjuk, ha nagyon leegyszerűsítjük, hogy Napóleon is, de itt azért nagyon fontos ö, arány eltolódások és, és pozitív... Jó, de legot... Nem a kodifikációs munkát, meg a kódcivilt akartam pellengére állítani, hanem igazából csak arra akartam rámutatni, hogy azért a háborús terjeszkedésnek, főleg hogyha ez ilyen Európára kiterjedően történik, azért annak inkább belső ambíciói az oka, mint sem valami fajta, hogy mondjam, racionális megalapozottság. Ez, ez érdekes, mert Napóleon esetében pont ez vitatható. Ugye ő 99-ben lett első konzul és diktátor, és ugye mindenkinek az van a képébe, hogy ő meghódította a hatalmi ambíciói mentén egész kontinentális Európát. De ha megnézzük, hét nagy háborút vívtak vele szemben, ugye a szövetségesek, akik ő, körülvették őt, és a hétből ötöt nem ő indított. Ő igazából csak kettőt indított, Azokról elmondhatjuk, hogy teljesen fölösleges volt. Az egyiket nyugatra indította, ugye Spanyolország, meg Portugália ellen, másikat meg Oroszország ellen. Nem volt indokolt egyik se, hódító ambíciójú volt kettő, nem ért el igazából sikert, főleg ugye a a moszkvai hadjárat során, de a többiről, ha így nagyon komplexen egy történész megvizsgálja, most nem a saját gondolataimat mondom, hanem Andrew Roberts beszél erről, aki, aki az egyik, vagy talán a legjobb brit történész korunkba, és ő írt egy Napoleon életrajzot nemrég, pár éve. Ő mondja azt, hogy igazából a napóleoni háborúkat nem is szabadna napóleoni háborúknak nevezni, Korábban nem is így hívták, hanem az ellene szövetkezőknek a háború sorozata volt ez. De hát így könnyebb egy ilyen narratívába, még a történelem tanulás is ilyen narratívákba gondolkodik, hogy van ott az a nagy személy, ő körülötte folytak ezek a háborúk, akkor nevezzük el így. És a Ridley Scott is a filmjét úgy zárja, hogy felsorolja, hogy melyik csatában hányan haltak meg, a Napóleon csatáiban, és akkor van egy ilyen mérleget, hogy három millió ember halálát okozta Napóleon. Hát most Napóleon okozta, vagy, a, vagy az európai belső háborúk? Nagyon jó kérdés, de a. De szerintem te, igen, ez egy hamis narratíva, és én, én úgy gondolom, hogy nem csak neki vannak hatalmi ambíciói, meg háborús ambíciói, hanem úgy a Sándor cárnak is volt, ugyanúgy a, Ferenc császárnak is volt, tehát hogy azért, itt azért ezeket mindig mellé kell rakosgatni a többi uralkodót is, hiszen itt mindenkit feszít a belső ambíció arra, hogy nagyobb területeket szakítson ki a világból, meg a történelemből. Tehát én inkább erre gondoltam, hogy általában a háborúzás az nagyon sokszor ilyen uralkodóknak a abszolút, abszolút, csak ha valaki a történelmet leegyszerűsíti ennyire, hogy ezek csak Frusztrált férfiaknak a. De az ambíció, nem ezt gondolom. De nem, te, nem te, csak van egy ilyen narratíva. Akkor igazából tényleg semmi értelme nincsen történelemmel foglalkozni, mert a múltban is mindenementén történt, és a mai napon is mentén történik. De ha meg tudjuk vonni a történelmnek a tanulságait, és értelmezni tudjuk a különbségeket mondjuk ezeknél a történelmi szereplőknél, akkor szerintem nagyon sokat tudunk ebből tanulni. Én ebben a vitában csak arra akartam rámutatni, hogy hogy szerintem tök minden, tök igaz, amit mondasz. De egyébként ez a narratíva is, tehát ez a faszméregetős narratíva is, nem teljesen alaptalan minden esetben. Nem. Persze. És hogy ezért, tehát nem legyünk szemellenzősek, és e ezt is nézzük úgy, mint egyfajta tengelje a történelemnek, és nézzük meg azt, hogy egyébként még milyen más okok, gazdasági, társadalmi, geopolitikai okok indokolnak hmm. hadjáratokat. Szerintem ezeket mind érdemes egymás mellé rakni, és akkor kapunk egy teljes képet. Ez abszolút egyetértek el. A azokra a szerintem tök érdekes rátérni, már ha vannak ilyenek, ugye a két főszereplőnek legalább megbeszélni, hogy így mit tudunk elmondani Napóleon karakteréről, és mit tudunk elmondani Josephine karakteréről. Na? Valaki? Semmit? Hát Napóleon így... karaktere, nekem amit, amit uh, már egyszer is, hogy uh, egyértelműen be van állítva egy ilyen kicsit bugyutábbnak, határozatlan, aki, amit az előbb is felvetettetek, hogy mi a háborúknak az oka, aki próbálja kielni a úgymond nagyra, nagyra, vágyó törekvéseit a hadjáratokban, de közben meg ezt egyáltalán nem magyarázza meg a film, nem mutatja be, hogy ő hogyan áll helyt a hadjáratokban, mert mindig csak ez ennyit látunk, hogy ő mint, mint egyet. Bemutatja, vissza. hogy lehet menni. Igen, mert lehet a menni, meg... igen. Tehát, hogy azt se, az se igazán is, a az oldalt se ismerjük meg. Akkor elvileg meglátjuk, hogy mi történik a hálószobában. Akit, szerintem nem tudom, ki, ki az, akit ez annyira érdekelt, engem speciál, nem cserébe kínosan nézhetjük, hogy kvázi csúnyámodva töcskölnek. Meg röfögő, röfögő hangot ad ki Napóleon, amikor megkívánja Josephine-t, és akkor magáival teszi meg ilyen, Bármit is akar. Meg mint egy ilyen hali, Ezt csinálja is ilyen. Igen, igen. Végtelen szánalmas az egész. Igen. És bármilyen oldalát próbálja bemutatni a film Napóleonnak, az mindegyik egy ilyen, tudjuk, ilyen kis szánalmasabb figura, de közben a zenei aláfestés, meg amikor a csatamezőn lovagol, akkor mégis van egy ilyen kicsit ilyen grandiózusabb oldal az egésznek, ami szerintem kicsit ilyen kötelezőkör, hogyha megy egy csata, hát meg napul, akkor már nézzen már ki így. De az sem annyira. Igen, hogy... Egyébként ez is elképesztő, hogy bele lovagoltatják az összes csatában, Igen. a legnagyobb bizony mészárszékbe, miközben hát paszkévő, Franciaország első számú ember, mert még az elején elfogadom, amikor még ilyen nem tudom, milyen tiszt van. Mi? A tüzér tisztként, amikor felmászik a létrán, és neki áll kardozni. Jó, elhiszem, de amikor még itt a Waterloo-i csatában is belerohana a legnagyobb izé. A éget. császár vezeti a lovas rohamot Igen. a bo -bor Borodinónál, meg ugye a waterloo és amikor a waterloo már fel se tudott ülni a lóra egyébként, aranyere volt, meg minden baja volt. Hát itt csak úgy mutatták, hogy két de... kis lócával felmászik, ilyen kis pallóval, és de... Ma majdnem leesik róla. Mert ez szörnyű. Tehát egyébként ah, szóval. ennek a korszaknak a háborúi, ezek az ilyen anyagcsaták, hogy ami is szörnyű. Tehát, hogy felállnak vonalanként a katonai sorok, és ahogy tüzelik egymást, és dőlnek ki az emberek, mint a kártyavárba, és ez, ez nekem a, az amerikai polgárháborúban is elképesztő volt az a hadviselési módozat, hogy ez így bekonosodott így, így, Európa, vagy ez volt a közmegegyezés. De Napóleonnak pont ez volt a zsenialitása, hogy ő ezen tudott felülemelkedni, és ő szintetizálta az addig megjelent legjobb haditechnikákat, és ő egy ilyen nagyon tempós, gyors, gyorsan lecsapott az ellenfélre, lesöpörte, úgy is hívták őt, mint a, a francia szélvihar, hogy jött, látott, lenyomta őket, ment tovább, és így folyamatosan nyerte a csatákat. Pont nála nem volt ez, hogy, hogy leálltak egymással szemben, meg nem voltak városostromok, azokat elkerültek, mert azok. igen, ö, igen csak azt akarom, hogy nagyon érdekes, nagy érdekes hogy család. egyébként ez meghonosodhatott Európában ez a fajta harcászati módozat, és szerintem lehet, de én nem, nem értek amúgy a, a háború történethez, hogy meg kiavítasz, mert szerintem ebben sokkal ismertebb vagy, hogy én azt gondolom, hogy valahol az amerikai polgárháború vi, ö, világított rá arra, hogy ez a fajta ilyen partizán mód, ez a rajtaütések, ez a fajta sze úgy szer szervezettebb szervezetlenség, hogyha érted, mit akarok ezzel mondani, hogy nem felállunk egymással szembe és lőjük egymást, az igazából egy hatalmas taktikai előny, és én egyáltalán nem is értem, hogy hogyan jött létre ez az ilyen arcvonalas lövöldözés alapból. Hát már a mezopotámiában, az ókorban is ugye városállamok voltak, és akkor az volt, hogy akkor azt a, azt a várfallal körülvet várost kell bevenni, és akkor innen voltak ezek a nagyon hosszú, nagyon elnyújtott ilyen, ilyen ostromok. És, és a új középkorba sem változott ez igazából, amikor voltak ilyen nagy innovátorok, mint Timur Lenk, meg ö, ö, a mongolok, a dzsingiszkánnal, ők tudták, Cézár, ők tudtak ennek ellen menni, hogy hiába, van ott valaki egy ilyen nagyon bezárkózott védekező pozícióban, feltörték azt, és akkor ezzel elejét tudták venni a hosszú erőforrásokat felemésztő csatáknak. Ott nem lehetett szó még ilyen partizán harcokról, mert teljesen kiszolgáltatott. Én a azokra gondolok, de ez egyben bennem egy ilyen hamis történelmi kép, amikor kiállnak egy mezőre, szembe a két hadsereg letérdelek <laughs> és lőnek egymásra. Igen, meg a gyalogság elő, ez, és hogy elkezdenek igen. kimenetelni egymással a szembe. Ezeket hitették el veletek si a Ridley és si ez, ez a, a baj. csak a Ridley hanem rengeteg film. Na hát ilyenek nem nagyon vannak. Youtube-on most van nagyon sok ilyen, hogy hat történészek elemeznek történelmi filmeket. És hát nem találni olyan filmjelenetet, ami pontos lenne igazából. mert. Itt, ezek teljes baromságok az voltak, hogy beásták magukat ilyen végtelenül védekező a várakba, és akkor tényleg ment ez a hosszú csata. Ilyen, hogy kimegyünk a rétre, és akkor puf, megütközünk, akiből több van, az nyer. De egyébként csak bennem van <laughs> egy... az, az élmény, hogy ilyen, nem. ez rengeteg ilyen film. Az összes középkorig, az összes, ameddig nem jönnek a, bocs, első világháborúig, az összes Igen. film úgy van beutat az összes háborús történelmi film, hogy egy kis trombitás dobos, dobos ö, aláfestéssel felvonulnak a katonák, ágyúzzák egymást, nyilazás, stb., és aztán meg belőrolnunk lovasokkal mindenki az első sorban. Egyek annak ellenére, hogy az a film egyébként próbálja beállítani valamelyes, hogy, hogy volt valami stratégai képesség a Napóleonnak, de nagyon bizarr módon, de mégis önmagában ugye ezt a fajta élmény nyújtott, hogy felállunk a mezőre, igen. Nagyjából igen, és akkor egy-két trükkel mutatta be Ridley Scott például az Oszterliszi csatában, hogy ott elbújtak az erdőbe, az ágyukat betolták oda az erdőbe, a gyalogosok bebújtak egy fekete ponyvalá a hóban, megvárták, hogy a, a kitett hat testet megtámadják a, a poroszok, akik rásétáltak a jégre. <laughs> nem tudták, mert befette a hó, és akkor a gyalogságot ráindították, és ágyukkal meglőtték keményen a befagyott tavat, és hát elsüllyedtek, elsüllyedt a hadsereg, ami nyilvánvalóan nem így történt, nem voltak ekkora tavak, nem lett volna ennek így semmi értelme, itt egy, de itt, itt én tudom azt elfogadni, hogy filmről beszélünk, le kell egyszerűsíteni, látványossá kell tenni. Stb. Nyilvánvalóan ebbe a tóba nem találtak se ágyugolyót, se egyenruhákat. Össze van keverve egy másik csatával, ahol voltak kisebb tavak, és ott is igazából csak befagyott talajon harcoltak. De most. Én ezt, ez a legkevesebb problémám a filmmel. Itt egy leegyszerűsített, egyébként izgalmas, látványos jelenetet láttunk. Még van egy olyan jelenet, most beugrott, hogy a, az egyik porosz tiszt, vagy látszik, hogy ilyen, ilyen felsőrendű katonatiszt, vagy akárki, ö, miután a hadserege már a fele a víz alatt van, ő elkezd menekülni a csatából, mm -hmm. és utána ágyúval megsorozzák, úgyhogy foly a körbe lövik, ahogy fut a jégen, ja, igen. vagy négyet, ötöt rálőnek és a végén eltalálja. Hát jó, de egyébként ebből... Az a... azt látják, látjuk azt a jelenetet, hogy valaki lóval menekül, és gyorsan a franciák Ilyen forgatják gyorsan... az ágyukat, Ilyen és célhoz... egymás után tűz, tűz, tűz. En, ennek szerintem szóval a csúszajáratás az mégis az volt, amikor a Vassily Zaytsevet megkérdőjelező pontosággal feltételezi magát ja, a, ja, az angol katona, hogy a, a Waterloo-i csatánál nem tudom 500 méterről, vagy majd egy kilométer, hogy majd ő ki, kilövi a Napóleont a sátrában. És aki sötét sátorba az a... áll, igen, az Igen. A, olyan fegyverekkel, amiknek egy méteren két métert vitt a szórása, mert annyira volt valószínűleg pontos. Elképesztő. Elképesztő. De reméljük le. Na és itt jött ugye Wellington herceg, a, a teázásából kijött a sátorból, és akkor mondta, hogy Esőben. nem, nem lövünk katona, mert ha lelövöd Napóleont, akkor bitófára kerülsz. Ő, ő, egy rendes, tisztességes gentleman, és ő egyenes csatában akarja legyőzni Napóleont, ezt meg is tette. De igazából ez, ez, volt az élet, ahol amúgy tudok kapcsolódni ahhoz, hogy itt valószínűleg a Ridley az angolsága az, ami ezt a filmet így, így elvített, tehát, hogy ilyen szinten felsőbbrendűnek képzelni magát egy mm. És még a végén beletett egy jelenetet, hogy Napóleon és Wellington herceg ugye a hajón találkozik, és beszélgetnek. Nyilván ilyen se történt a valóságban. Ő ezt hozzáírta, hogy ott még a, a herceg küldje el ugye Szent Ilona szigetére Napóleont, és ő likvidálja gyakorlatilag az európai kultúrában. Meg talán azzal lehet még így párhuzamba állítani, hogy az elején ugye a Napoleon beszól az angoloknak, hogy azt hiszitek, hogy tudtok harcolni, mert vannak hajóitok, vagy nem tudom, hogy hogy volt pontosan szó szerint. De hogy van egy ilyen nagy mondás, hogy azt hiszitek, hogy ti értek valamit, mert hogy vannak hajóitok, úgyhogy ugye van ez a, a, a Napolónak ez a lenézés az angolokkal szemben, meg mondja, hogy az angolokat meg tudja venni, mert ők nem tudnak szárazföldön csatázni, igen. meg ahhoz ért. És ugye a, a filmnek a végpontja az pedig az, hogy legyőzik őt az angolok szárazföldön. Igen, Tehát, igen. hogy ez a narratív keret, amivel belepakolt a Napolannak ja. gyakorlatilag a ja. hogy lenézi őket, mert hajóik vannak, nem tartja őket semmire, mert nem tudnak szárazföldön, Marconi, majd pedig szárazföldön kikapt tőlük. Tehát gyakorlatilag ez volt a Napóleonnak a hadi teljesítménye a filmben. És az elején ugye le is győzi az angolokat az első ilyen csata, vagy kaland jelenetnél, ugye amikor a fiatal Napóleon, a tüzértiszt, a, roja a francia royalisták ellen felkel, akiket ugye a tengerről támogatnak az angolok, és ott szétlövi az angol flottát. Ugye így kezdődik a film, és a végére, ahogy mondom, ugye ezzel Henceg uh -huh. eldicsekedik, és a végére meg az angolok legyőzik szárazföldön. <laughs> Ahogy mondod. Igen. Na, szóval akkor Napóleonnak így egy ilyen karakterrajzát nagyjából leírtuk, Igen, de a Rá, Fint... valamit, én tudok. komolyan mondom, egy tulajdonságot nem tudok mondani a Rő, hogy ő, ő milyen karakter volt, vagy hogy ő mit testesített meg, hogy ő mit tudott, ő szép volt, ő ott volt, néha visszaszólt, néha nem. Napóleon befenyítette őt, érzelmi zsarolta, szörnyeteknek nevezte Elmondta, hogy őt sajnálja, mert nyomorult a válása során, erőszakoskodott vele, felpofozta, rákényszerítette az, erre az egész válásra, és én, én nem látom, hogy hol nem egy, egyben egy fámfatal ilyen nőkép lenne, és egyben egy elnyomott nő, ugye Josephine, aki elszenvedi ennek a frusztrált hadvezérnek a, a bántalmait. Nyilván nincs ez nagyon kiemelve, de érzékeltetve van, én úgy gondolom ezekkel. És én nem tudom elmondani, hogy a Josephine nő milyen volt, ki volt ő, már a halála után, amikor Szent Ilona szigetén van ugye már Napóleon, akkor narráció során a leveléből hallunk pár sort, és akkor ott így megszólítja Napóleont. Josephine... A gondolatait akkor látjuk. Vagy... Szerintem Josephine-nek az egész filmre írt szövegkönyve Maximum 2A4-es oldalról hát, bele Semmi, semmi találítan. nem volt. Nem is mond, hallottunk tőle semmit. Meg, meg igazából a legtöbb, tehát sem. a viselkedései sem írnak le róla semmit, ahogy ő így jelen van így a filmben. Általában csak nagyon nagyvonalúan, szinte unatkozva így elviseli a sorsát. Mm. És hogy végtelen Grácia áramlik belőle, végtelnő gyönyörű ég, szép, nagyon szép. Nem, nem, nem azt érzem, hogy elviseli a, a sorsát, hanem, hanem a főleg annál a pontnál, amikor Napóleon nagyon-nagyon akarja a gyereket, és mindig lebegteti a vállás gondolatát, akkor ő felvesz egy ilyen ragaszkodó álláspontot, én úgy éreztem ehhez a kapcsolathoz, és akkor lehetne ezt mondani, hogy ez egy ilyen abúzív ragaszkodás, hogy nyilván akkor volt a terror, hogy egyszerűen már nem tudta nélkül elképzelni és a többi, de hogy én azt gondolom, itt volt, próbálta a filmben mutatni, hogy itt van egy őszinte száll vissza annak ellenére, hogy a Napóleon erőszakoskodott, de hogy talán ebben a korban ez annyira bevet volt, és én nem is éreztem azt, hogy itt most kisarkítan, annyi, annyi Netflix filmet láttam már, ami <laughs> sokkal karikírozottabban nyomja a toxikus maxikulintással kapcsolatos kritikát. Én ezt így a korszakba beilleszkedőnek láttam, nem éreztem azt, hogy ez egy ilyen narratív célt szolgált volna. Hát csak itt ki van emelve kimondottan egy férfi, aki ezeket elkövet, és kimondottan egy nő, aki ezeket elszenvedi, és senki más nincsen egyébként. Mindenki, aki a háttérben van, azok csak ilyen félig névtelen férfiak, akik ismerik a történelmet, vagy a stáblistát megnézték, azok tudják azokat a neveket, akik a háttérben ezeket a politikai mahinációkat végzik, de igazából senkinek nincsen karaktere a filmben, Napóleonon kívül, én azt hát, éreztem. igen, de Senkire... az ő karakter is olyan, hogy... Hát igen. Nem, nem, nem. Az ő karakterem meg borzasztóan ilyen eltorzított, meg, meg tényleg ilyen gyermeki. Kicsit ilyen incelnek van ábrázolva. Hát infantil, a ja. Infantilisnek van Infantilis. Erre. Hát a, a jelenetnél, amikor ő meg akarja pucsolni az államot és átvenni a hatalmat, akkor kétszer taknyol el, és, és egyszer meg ilyen valami nagyon béna dolgot csinál, és a testvére meg egy ilyen, egy ilyen poénnal menti ki a helyzetből, Aminek neki a hatalom átvételi pillanata lenne, a nagy pillanata, amikor ő előlép gyakorlatilag diktátorra, ott egy, egy, egy Benny Hill sót mutat nekünk Ridley Scott. De tudom, mit azt mondom, hogy legyen akkor ez a, ez, a, ez a fajta napolónkép, csak akkor nekem magyarázza elő a Ridley Scott, hogy hogy van az, hogy van valaki, aki egy béna kacsa hogy a fenébe tudja meghódítani egész Európát és eljutni egészen Moszkváig, meg ezeket a pozíciókat megszerezni, meg császárá koronáztatni. Meg te, akkor mondja el nekem, hogy ez a fajta karakter hogyan lesz ilyen dolgokra képes, mert hogy ezt az összekötést, tehát látom a pontokat, amik le vannak verve a térképen, de nem értem, hogy hogyan jutunk el egyből a kettőre. Ez gyakorlatilag ezek a politikai mahinációkkal úgy mutatja be, mintha ezek véletleneknek a következő sorozatos véletleneknek a következményei lennének. Ez nagyon megvan a filmben. De véletlenül nem lesz valaki Hol ilyen szólsz pozíció. Szólsz De ő ő ezt a állítja. A ját, érted ezt a filmben is ez az első ilyen hódítási ö, beszámolója, amit ír haza a hogy hogy Olaszországot már meghódította, nem is kellett harcolni, megadták magukat. És hogy gyakorlatilag ez is egy ilyen folyamatos redukciója az ő érdemeinek, hogy hát van egy ország, amit elfoglalt, de hát átsétált rajta. És most meg mit csinál? Ott izé lövi a piramisokat. Az volt a legfon... Az Itália hadjárat volt a legfontosabb hadjárat szerintem az egész Napóleon életműből. Ott alapozta meg a kultuszát, ott mutatta meg igazából a képességeit ott történt az a jelenet, amikor át kell az Alpokon, és amit megörökített a, a híres festő, ugye amikor az Igen, Lovon, Ugye az egy ikonikus kép, az is ennek a, a napóleoni mítoszgyártásnak a, a terméke, és én nagyon kíváncsi lettem volna, a film előtt érdekelt, hogy ez hogy mutatja be, hogy ez, ez hogy lesz ezt az egészet kihagyta a francba, mert ezzel a nagyságát valamilyen módon be kellett volna mutatnia. Igen. Ezt szerintem teljes, teljesen egyértelmű egy koncepció volt. Vártam, én most csak így, csak a festmény oldaláról vártam egy annyira egy, egy kihagyott zicser, már csak így képileg beletenni azt, hogy újra komponálni oh. azt a festményt filmre. Oh. Oh. És egyébként ezt annyian csinálják, hogy festmények, operatőrök, festményekből táplálkoznak. Oh, jaj, és nagy... és... És ez szerintem ez egy kibaszott fontos dolog, hogy festmények alapján építsenek fel egy képet. De volt egy és ilyen egyébként a filmben. A koronázási szertartás. Ja, igen, 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 igen. És igen, az igen, gyönyörű igaz, volt. az, az Szép igaz, volt, igaz. csodálatos volt. még De azt ott is bemutat... ott is felerősítette az, hogy elveszi a, a koronát, pedig az állítólag nem is nem is úgy volt, hanem hogy. Nem Na, lehet, legyen, adta, nem nem adta, lehet ne? tudni, minden bizonyal így volt. Nem úgy volt, hogy ezt elő, előre lebeszélte, hogy ő magát akarja. Ezt nem tudom. Ez, ez... Mindig ez egyébként az egyetlen ilyen dolog, amiben én úgy éreztem, hogy tényleg egy napoleoni jelenvonás tükröződik, az egész rohadt filmben, az pont ez volt, amikor a maga Éven fejére tette az, 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 az egy jó erős jelent, volt. Egyből éreztem, hogy az érvény át igen. Az egy jó a... volt, csak engem már rég nem érdekelt a film akkor. Hát igen, már jó késő volt. Nagyon késő volt. Engem, engem a pults jelenet dobott le, az 99 és a koronázás már ötben van, ugye hat év. Már hat év eltelt, moziba is azt éreztem, hogy hat év eltelt. Engem már nem érdekelt, és annyira gyönyörű volt az a koronázási jelenet, de, de engem már nem tudott meg. Meg rövid volt amúgy. Rövid volt, jó, de most oké. Okay. Meg ezt egyébként, hogy hogy, 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 ha egyik még egy ilyen konzul vagy, és nem másik, hát akkor legyél király, akkor nevezek ezt császárnak, császár. valószínűleg ezek nem mind történnek ezek a folyamatok. Azért, Persze. azért annak a francia népnek a torkán, vagy hogy mondjam, ez le kell nyomni, hogy kvázi most helyreáll egy, egy uralkodó. tehát ez az, amit itt, ezért baszakodtunk itt 30 évet, vagy mennyit, hogy ez így szűnjön meg, és most valakit amúgy királyá fogunk nevezni, jó, császárra, de hogy, akkor most ez nem egy restauráció másképpen? Vagy hogy nem, nem az, hogy visszatér az elit? Vagy hogy ez most nem... Egyébként nem. Nem, ezt pontosan tudta a nép is, és azért támogatta. Igen, hogy ez nincsen kifejtve a filmben, hát nem hanem, szerintem ezek így, így, lógnak a levegőben abban a szempontból, hogy pont ezeket lenne jó bemutatni egy filmben, hogy mi, mi történik a, a francia néplélekben, hogy miért tartják a a, a alkalmasnak arra, hogy császár legyen, és hogy miért nem dobja le, úgymond ez a, ez a fajta rendszer, tehát ezt a fajta rendszerképet a, a francia nép. Hát van egy nagyon rossz hírem, hogyha ezek a száz filmek el fognak terjedni, akkor nem fogunk kapni ilyen hiteles, uh, ilyen pont, pontos történelmi alapokra helyezett és igényes történelmi egyébként filmeket. Egyébként eddig se kaptunk. Tehát azt hogy... tartom, hogy kaptunk már nem, nem nem. Öt, Hát de a Waterloo, a... amit az előbb felhoztam... Meg még négyet tudok mondani, és több nincs. De előbb azok, előbb azok, azok nem meg nem hapni. ilyen nagy, grandiózus filmek. Nem. Igen, azok nem. Hát mondjuk a Waterloo az, az uh -huh. elég jól néz ki, van benne nagy csata, de igen, ezt nem értem egyébként, hogy miért nem elég jó történet a történelem? Ez az összes sztori meg van írva, csak le kéne forgatni, és ezek a legjobb És a világ tanmesé... összes pénzét megkapják, paz, meg, de tényleg. Én nem értem. Legjobb színészek, legjobb, te legtehetségesebb emberek. Itt olyan szintű történetek vannak, hát... Cézárnak a triumvirátus, egy nagy sándorból is olyan fantasztikus filmet lehetne csinálni, Oliver Stone megcsinált egy ilyen egy csat csatás. Na, ő megcsinált ezt a klasszikus hollywoodi csatafilm, stb. És ebb ebből a Napoleon filmből annyi mindent ki lehetett volna hozni. Ki lehetett volna hozni a az irgalmatlanul kompetens, az embereit nagyon jól menedzselő hadvezért, vagy az országban ö, forradalmi intézkedéseket létrehozó államférfit, vagy a frusztrált, de hőszerelmes szeretőt, vagy akár az összeset egy mini sorozatba vagy egy hosszabb sorozatba. Ez, ez, ez mind egy nagyon komplex történet. Szerintem ö, azt, hogy a Napóla nagyságát bemutatjuk, és aminek az a vége, hogy egy 10 km -szer, 15 km a világ második legelszigeteltebb szigetén az az ember, aki egész Európát meghódította, le kell élnie a hátralévő életét, és ebbe beletörődött, úgy, hogy a szerelme meghalt már évek óta. Hát ennél nagyobb dráma szerintem nem Igen, Nem és kell, és ez egy csodálatos történet és lenne, és hogy te... hiába hódítod meg, bocsánat, a világot, egyedül fogsz meghalni, mert, mert az nem váltja meg a te lelkedet, meg az életedet. Szóval itt a, se az Elba szigetét, se itt az Ilona szigetét én nem éreztem már át, tehát hogy nem volt meg a súlya egyáltalán, nem lett bemutatva, hogy, hogy, ő, hogy ő mit élott át, egyáltalán nem. Illetve én annyit akartam az előz hozzáfűzni, hogy egy reményünk lehet, hogy hát ha a francia ő, filmművészet egy kicsit felbassza ez a, ah, ez a filmeset. a és, és hát, mert ez elég... Nagyon felháborodtak a franciák. Hát, hát, nagyon. Fújoltak helyes, a mozikba, stb. Szóval, hogy ne csak a franciák, hanem a francia filmművészet is gondoljon úgy, rá, hogy passza meg, ez mégiscsak a mi témánk, ezt nekünk szóval. kéne megcsinálni, és csináljuk meg sokkal jobban. De szóval az van, hogy, hogy nem. történelmi filmek, hogy miért nem csinálnak. Nem, igen, miért? Azért, mert... Te az ipari részét ismered, mert mond, avasd be minket. Hát én, én én, de olyan jó megfejtéseid van, a komolyan mondom. Hát, jó. Most nem tudom, hogy nem, nem, de nem, nem, minden Nekem, Ezek a, nem mely, világító erejűek. Hogy, nem, megint mondta. csak ugyanilyen számító jelleg van, hogy az, hogy ha egy történelmi filmnek, mert kosztümös film, rengeteg díszletet kell felvonultatni, annak óriás nagy költségei van. Nem véletlen, hogy 200 millióba került ez a film, amit az, Apple megfinanszírozott. Na most egyébként nincsen ingyen pénz sehol a világon. A művészeti ambíciókat nem támogatják csak ilyen uh, ingyen módon, úgyhogy ők olyan filmeket várnak, amiben esetleges megtérülés várható. Tehát csata kell, csata kell lépten nyomon a filmben, egyszerű évek, könnyen azonosulható karakterek, és az a helyzet, hogy valójában Hollywood, és lehet, hogy ez nem az igazság, de hogy lenézi egyszerűen az átlag nézőt. Pedig szerintem van az emberekben vágy arra, meg igény, hogy végignézzenek politikai drámákat történelmi köntösbe. Szóval a trónok erről szól, hogy elindult egy sorozat, senki nem mert ú, ne csináljuk, mert hogy ez, ez necces, sok pénzbe kerül, embereket nem fog érdekelni, és az zabálták. És nem az zabálták, ami a végelet a, a, csatározás, Igen. Igen. hanem a politikai mainációkat, aminek volt magja, azt szerették az emberek, és inkább én azt érzem, hogy a producerekben, meg a Hollywoodi finanszírozókban van egy ilyen feltételés, hogy az átlag ember olyan hülye, meg annyira ö, nem érdekli más csak a szex, meg a kardok, meg a lövöldözés. És valójában szerintem ennél többek vagyunk, és, és az embereknek tényleg van igénye a jó filmre. Mm. Igen, ez Nagy az az szép nagyon egyetértek ez. ezzel, igen, de még, még azért mondtam, hogy Napóleon szerelmi történetéről is lehetne kamaradrámát csinálni, vagy hogy palotákba játszódóan, párbeszédekre alapulva elmesélni az ő viharos kapcsolatát, az ő kettejük viharos kapcsolatát, hogy a távolság, hogy szakította szét őket. Amikor Egyiptomban ment Napóleon, nem azért ért vissza onnan, mert megtudta, hogy megcsalta a Josephine, hanem politikai okokból. Amikor száműzték ugye Elba szigetére, nem azért tért vissza, mert ö, ö, első Sándorcár elkezdett hetyegni a Josephine-nel és féltékeny lett, mert a film ezt állítja. Teljes hülyeség. Azt hiszem, a filmnek a, egy, egy kulsz van, hogyha egy meg akarjuk érteni azt, hogy mit gondolom, hogy a Ridley Scott a Napoleon motivációjairól, amikor először találkozik egy másodjára Josephine-nel, a Josephine széttárja a lábait, és azt mondja, Igen. nézzél ide le, Mostantól egész életedben ez az egyetlen dolog, ami érdekelni fog. Abszolút. És, és igazából a film ennek a motiváció szának a mentén szerveződi. Szent és jól és láthatod, közben igen. felcsendül egyébként, csak ez a saját fájdalmon volt a filmmel kapcsolatban, a Büszkeség és balitélet című filmnek az egyik ikonikus zongora témája, igen. ami a, felírtam ide a nevét a kedves kompózernek, Marianelli szerezte ezt a, ezt a zenedarabot, hajnal a címedon, és hogy konkrétan az egyik, az angol irodalomnak a leggyönyörűbb szerelmi történetét próbálja vele illusztrálni, és tényleg ilyen végtelenül kifinomult, végtelenül gyönyörű, és rendkívül tényleg oda a, a Mr. Darcynak és az Elizabeth Bennet szerelmére van, De itt konkrétan. Minden nő, <laughs> aki életében <laughs> volt már magányos és az ho, hasonló korú hozzám, az biztos, hogy ezt a filmet látta életében tízszer körülbelül. Ez, tök Tát, jó ez egy film. tök Igen. jó film, és nagyon-nagyon-nagyon fontos történet a szerelemről. És ebből a fogta A büszkeség Aszkod... élet, ez most a sorozat, az, az a több részes, vagy a, a, a film? A A film. Kiranálás A, a sorozat egyébként, az, az jó. Az még jobb. Az hm. jobb. Még Na, hogyha legközelebb magányos az leszek, az, akkor azt fogom lesz Remélem, hogy nem leszek. De ugye konkrétan ez a szám, vagy ezt a darabot, ez konkrétan fogja a kiszedi abból a filmből, és így odahányja így a hmm. Napóleon és a, a, a Josephine-nek a kapcsolat tehát hogy amikor a velük van jelenet, akkor ott van alatta ez a zene, és többször, eh, többször előjön. És konkrétan néztem a filmet, és én nem értettem, hogy nekem miért vannak olyan vibe-jaim, mint hogyha a büszkeség és balítéletet nézném, miközben egyértelmű, hogy nem. Tehát, hogy ez... Ezen... Ezt érezted film igen, közben? Igen, és wow. ezen gondolkodtam, és így jöttem ki, és így ez... én nem értettem, hogy mi történik, és egyszer csak beugrott, hogy itt biztos, hogy a zenével lesz valami. Wow. És utána néztem, és igazam lett. Tehát, hogy hogy lehet valaki ennyire alantas, hogy így van egy csomó néző, aki yeah. be, van, be van, így húzalózva wow. erre a szereg, érzékenységre, arra a történetre, és fogja ezt a, mm. ezt a grandiózus, nagyon-nagyon ikonikus zenét, amit mondom, szerintem az én generációmban a legtöbb csaj ismeri, és nagyon-nagyon rezonál rá. Pontos, hogy nők. Igen, nők. Itt is a négyen néztük, és a nő vette észre, hogy a nőket manipulálja tudatalat, Scott. De hogy empatizáljanak, ugye, Zsuzefinnel. De hát ez ami elképesztő, és tényleg egy ilyen. Durva. Egy, tehát, hogy annyira, annyira ezek a szerelmi jelenetek, amik itt fel vannak hmm. vázolva. Tehát, hogy tényleg ez is közönséges volt, ahogy a, a Josephine széltette a lábát, az, ahogy ők szexelnek, Az is borzasztóan közönséges, meg végtelenül éretlen, nincsen benne semmi felnőtt érzelmi uh, árnyalat az egész, kapcsolatén az kapcsolat borzasztóan alantasan van uh, rajzolva, és közben pedig ilyen csodálatos halálfestő zenéket raknak hmm. alá, és ilyen atmoszférikus az egész, és beránt érzel, vagy be akar rántani érzelmileg. Persze nem tud, mert én több diszonás az egész, én, én, folyamatosan ilyen rendkívül kínosan is kellemetlen éreztem magamat, de ez a fajta ilyen alantas manipuláció, azért ez tényleg ilyen övön aluli, és kikérem magamnak, pont a néző nevében. Egyébként egyszer meg a, a, azt hiszem, az angolokkal volt egy ilyen jelent, ott meg a Barry a zenéjét vette át. Mm -hmm. Nekem a gyertyás ugrott be a Barry Lyndon, hát... amikor ugye megy, megy az igen. új feleségével hán és akkor ilyen gyertyával nagyon szépen... Miért rangol mi a zenékkel a zenék illusztrálnak a francia filmet? Nagyon jó kérdés, igen. Uh, a, azt tudjátok, hogy ki volt az egyetlen francia szereplő a filmben? Nem uh. tudtok tippelni esetleg? várjál, lehet, Nem is sem emlékszem szereplők igazából. Will a Wellington? Ne. <laughs> az, nem. Az, ő, nem. Sem nem sem az a Ridley Az a... orosz cár. Az orosz cár. Komolyan? Az orosz o... cár. ha megnézitek, hogy első Sándor hogy nézett ki, én, 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 én nekem az volt az asszociációm, hogy mint egy ilyen vörö, vörös ír futballhuligán. Hát én boba hát, de ilyen csúnya, nem mondanád meg róla, hogy orosz, és I'm itt meg bekasztingoltak egy ilyen sármör szőke herceget, uh -huh. aki az egyetlen francia egyébként a származását tekintve. És hát ilyen, ilyen ö, csodálatosan lekezeli a Napóleont. Például a Napóleonnak vannak ilyen nagyon jó mondásai, ameket mindenki ismer, hogy a a, a marsalokkal keményen kell bánni, a közkatonákkal gyengéden, és oda, és oda kell figyelni rájuk, minden katona zsebében hordja a botját, mindenki ismeri ezeket az anekdotákat, és a filmben egyetlen egyszer mond egy ilyen nagy mondatot Napóleon, pont amikor a, a cárral találkozik Tiblisben, és akkor nem emlékszem már, mi volt a mondás, de így, így a cár így elgondolkodik, és azt mondja, hogy hát ezt hallottam már, ezt a törökök szokták mondani. Nem, a, nem, az angolokról mondott valamit? Hogy az a, angolokról mondott hogy Az, angol, az és angolok és a büszkeségből, hogy Mindegy. Ja, az, volt az a ég, harcol, az, az, igen, az igen, angolok azért harcolnak, az, harcol, az, az, az am, az, az ami, a, büsz, a, büszkeségért harcolnak, mert abból szenvednek hiányt, igen, ö, a franciák a pénzért, mert hogy abból szenvednek hiányt, igen. és ez volt a, lényeg, és hogy ezt már hallottam, de. Igen, és az, az egyetlen mondás, ami van, azt is lopta valakitől, és minden ötlete, ami volt a filmben, és jó ötlet volt, azt egy marsalja tanácsolja neki, hogy gyakorlatilag nincsenek se egyedi gondolatai, se jó ötletei, sem, semmiféle módon nem kompetens Napóleon. Ezt, ezt állítja. Én azt a nem film. értem, hogy hogyha Ridley Scott ennyire nem szerette Napóleont, akkor... Miért csinál róla filmet? De én arról csinálnék filmet, amit itt szeretnék. Igen. 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 Vagy 200, 200 millió dollárt beleölt, meg val... Mondjuk két évet az életéből. Vagy, vagy hogyha valakit utára akkor azt próbálom be. úgy, tehát nem így beállítani, hanem inkább ilyen, nem tudom mondjuk. Valami démonikusnak. Egy, vagy mert nem. lehetett volna ilyen mészáros diktátornak is beállítani. Igen, és az, az közelebb lett volna az igazsághoz, mint ez, amit láttunk. Lehetett volna egy okos, gonosz karakter. Igen. Aki a végén elbukik, mert, mert mindenki elbukik. És az egy, az egy igazabb film lett volna, történelmileg is, meg így. De a... kicsit méltatlan nagyon méltatlan volt szerintem. Hogy nem talált magának valami témát a brit történelemből? <laughs> hát én nem tudom. Nem, én komolyan Ami... azt gondolom, hogy itt a... a... Ez, a ez a, ez a meg ez az ideológikus gondolkodás mond ráült erre. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy Ridley Scott szereti-e Napóleon, ott arról van szó, hogy a nagy kaliberű férfi karaktereket, azokat le kell rángatni a sárba. Erről van szó. Egyébként szerintem az a száz amit az, az, az Alexékkel kitaláltatok, szerintem ez tök jó leírás, ezzel, ezzel én tökre tudok menni. Viszont ha ez tényleg van, akkor a, ez egy pár évig, és ez le fog futni, mert a kutyát nem fogja már érdekelni szerintem. De ezt kinek, Mert... készít, kinek készítik ezeket? Ezt hát a ezzel, ezzel filmeket. még mindenkit be akarnak vonzani, hogy az Ádám is mondta, hogy a Marvel filmeket már nem érnek. Van nekik még Marvel filmek? Vannak, Na, de, vannak, de nem nagyon nem nagy minden. veszteségeket realizálnak. Szóval azok már úgy nem mennek, valamilyen be kell rántani a nézőket a moziba, és igen, ez a fura, hogy ez a ez a négy órás változat, ez nem a moziba megy, hanem ez az Apple TV-re. Tehát nézd meg a moziba egy előzetes, egy két és fél órás előzet, és utána meg otthon nézd meg egy négy órásat a plazma tévében. Mert igen, pont én az volt, a... hogy amúgy kiadták a négy órásat a moziban, és utána meg az amerikaiaknak kiadták a két órásat, mert Igen, végig. Mi... nekik jó lesz az rövidük, úgyis. Után. mondják, az amerikai, na, vagy volt ez a amerikai kapcsán van, alatta, volt, tehát, akkor ez, ez, így volt ez nem ilyen történeti éffét, jó. Igen, de úgy szokták, hogy valami megvágott verzió megy a moziba, és akkor a rendezőnek az álmát megkiadják a DVD-re, és igen, akkor örül, örül a tév. Az... Igen. igen. Mind Mindegy, szóval, hogy szerintem, hogyha ez a film, ez így beállt tendenciának Hollywoodba, akkor ez maximum öt-tíz és után mennek így véget kell. Ezt mondtuk a Marvel filmekre is. Akkor majd jön valami ma, hát már vége is van. Jaj, persze, vége <laughs> van. Jaj. Hát már megint szubkultúra inkább Nem, a Marvel. Igen. Szerintem igen. És akkor ennek a szeánszfilmnek az a lényege, hogy rossz színbe tüntessék fel? Nem, a nagy... nem ez a lényege, hanem az... ez ilyen Vagy hát... picit... Nem, nem, ez, a... nem, ez az, az ideológia, a ez a jelenlegi ideológiai elvárás, hogy a nagy kaliberű férfiakat le kell rántani, hogy érezd, hogy egy ilyen nagy kaliberű férfi mögött igazából egy éretlen, impulzív, gyermeki bizonytalan valaki van, aki, akit megnyomorítottak emberek, meg körülmények, és hogy igazából az ő. Infantilizálni kell Igen, a nagyformátum férfiak. Pontosan, pontosan. És a nőket azokat pedig ezzel a furcsa ilyen nem aktív, de közben erős, vagy kompetens, vagy nem. Tudom. De ez egyébként szerintem ez, egy ez egy jobb nő ábrázolás, mint amilyen a mit tudom én, Marvel kapitány volt a nő a Marvel univerzumban? No, van olyan kérdezel. is, van, van is olyan, van olyan, de én ezt a filmet nem láttam. Hát azért gondolsz a Brie larson nem? Ah, igen, ő Marvel kapitány. Ja, ja, ja. Na, szóval hogy szerintem ennél ez a fajta tendencia a nőkről egy jobb nő ábrázolás, mint az, amikor van egy ez ilyen... Ugyanúgy rossz, mint kettő. Hát ha az kell, hogy, negat vagy, hogy pozitívan bemutassunk egy nőt, hogy lerángassuk a férfi karaktert, a mocsárba, akkor ez ez most pluszba kijöttünk belőle? Nem, 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 nem a férfival való reláció miatt, hanem azért, mert hogy most legalább nem az történik, hogy a nő raktad fel a lóra, és küldted be a csatamezőre, érted? De hanem az történt, hogy, hogy erős karakter, de otthon van, úgyhogy ez így nagyjából így hát már közeledünk a realitáshoz. Még a női térfélem vagyunk te legalább, tehát hogy úgy értve, igen, hogy, igen. hogy nem, a, ez a, ez a lovas példa egyébként jó volt, tehát nem az történik, hogy hogy nőket, nőket férfi szerepekben eljátszunk, mert annak igazán nem mond nem szerintem semmit a nőről, hanem legalább női szerepben van, de egyébként ez egy ilyen méltatlan női szerep, amelyben egy áldozati kultusz van, de közben meg egy ilyen, egy ilyen, kompetencia mag, amit nem, nem tud kibontakozni a történelmi kontextus miatt. Hogy Pontosan, van igen, igen, igen. Na, de én se tartom, hogy ez a, a, jónak. Tehát én se tartom jónak. Én is azt gondolom, amit, amit az elején tök szépen elmondtál, hogy nagyon fontos lenne az, hogy igazi női történeteket mm. meséljünk el ott, ahol a feminitásnak a pozitív, konstruktív oldalai vannak kibontva, és látnánk végre azt, hogy a női oldal az miért fontos a világnak, hogy miért nem tudna a világ működni a nők nélkül természetesen, mert az emberiségnek a fele nő, és a, a nőknek nagyon fontos kvalitásai vannak, amik fenntartják a társadalmat, meg a közösségeket. És hogy Na, de hogy e e e ehhez vala való valószínűleg azért nem tudunk visszanyúlni, mert ez egy konzervatív dolog valahol. Tehát, hogyha elkezdünk az eredeti, érted, az eredeti körbe visszanyúlni, hogy ja, nőknek értem. milyen a, hagyományos értéke, akkor az a gyakorlatilag konzervatív. Kovácsákosnak a, kovás, a, Ákosnak a démonikus megjegyzései jutnak ilyenkor az ember eszébe. De, oké, és akkor a, a művészetet, meg ezt a filmipart, meg a progresszív elitek így gyakorolják, van, így és van. valami előremutatót kéne mutatni. És most jelenleg itt tartunk. Oké, de gyak, gyakorlatilag a mai nőknek lehetne ilyen konzervatív módon mutatni a múltban lévő Példákat, ami szerintem egy progresszív gondolat lenne. Csak ők, ők, ezt nem végzik el, ezt, a, hát, abszolút, ezt az egyenletet. Igen. Ezt kaptuk meg, ezt a, ezt a kiüresedelt, ilyen unatkozó, így helyeken, ékszerekben álló, hmm. a világ körülötte forog, de igazából semmit nem tud tenni Azért, hogy a saját sorsával bármit hmm. kezdjen női karaktert. És a... lehet vele azonosulni, lehet sajnálni, Igen. bármit bele lehet projektálni. De gondolhatod te azt, hogy erőszakoskodtak vele, és sajnálod. Én gondolhatom azt, hogy igazából csak roható unatkozik, mm -hmm. és így ö, eltűri hmm. ezt a fajta működésmódot, de hát nem örül neki, de hát persze, hogy nem örül neki, végül is elég kellemetlen, de hogy igazából csak, csak rendkívül unatkozik, és rendkívül hmm. ki van ábrándulva mindenből, is csak várja, hogy így elmenjen mellette a világ. Tehát én ezt látom inkább benne. Ez egy pontos megfejtés, azt gondolom. Ezt teljes mértékben el tudom fogadni. Te is elfogadod, Ádám? Hát én elfogadom, Te tehát... <laughs> hát ezekkel a gondolatokkal tudok, szerintem így hasznosulni. <laughs> És empatizálni. <laughs> empatizálni is. Egy pozitívum a filmről, a címét le tudták fordítani végre. Egy filmnek Napoleon fordítás, Napóleon, tökéletes, nagyon jó, ez nekem nagyon tetszett, hogy ezt nem rontották el, le lehetett volna fordítani köpcsös kicsi emberre is, vagy dühös erőszakolóra, vagy unatkozó asszony a palotában, bármi hülyeség le lehetett volna fordítani. Ez szerintem sikerült. Mit akartam még? Jó dolgokat mondani, mert ezt ja, igen, lehet, ja, De akartam hát, még, na, még, pont ezt akartam, igen. Hát ugye a zene, a díszletek, technikailag voltak tényleg szép kompozíciók. Már-már tényleg festményszerű, amikor a festmény. Hát, kevés. Á, Szerintem jó. képileg se volt olyan. Meg a, a csaták se voltak olyan. Jó, egy Tök egy sokszor azt éreztem, hogy ilyen CGI-os valamit nézünk. Hmm, azt azért nem, nem éreztem. Nem. Csak már én már, már unom az az a csatákat. Unalmasak. Meg. Azon De az hogy... ilyen nagy képek, hogy egy kurva sok ember lovagol, meg izé, rohadt sok pénz, és annyira nem is érdekes. Én azt érzem, és most még egy trónok én utalás, hogy De. volt a Battle of Busters, uh -huh. és hogy valójában ott ki lett az, ami csata jelenetből kihozható nekem így érzem érzemleg, uh -huh. és hogy azóta így csak így áttekergetném ezeket a Igen. jeleneteket. hát én a végén a waterloo csatát azt elképesztően untam. Nagyon, Nagyon rossz, rossz volt. volt. Úgy el volt húzani. Nagyon rossz volt. Hát beszéljünk arról, hogy az hogy ott mi történt? Mert én egyébként történelmileg nem is vagyok annyira felvétel, felvértezve információkkal, mert én megtanultam a törít majd elfelejtettem körülbelül, de hogy ott mi történt, hogy ott miért kellett várni a Napóleonnak a sátorban a, az eső elállására? Nagyjából értem, de hogy nincs elmagyarázva, és utána végül túl későn indul el a harcba, és ezért veszít? Vagy? Igen, most én történelmileg ezt úgy tudom az Andrew Roberts-től, hogy Ugye az volt a Napolannak a nagysága, hogy jól tudott időzíteni, tudta, hogy mikor kell mit támadni, Igen. és egyébként jól tudta a feladatokat kiosztani a marsaljainak. És itt ennél a csatánál pont az volt, hogy rossz marsalokat vitt magával, rosszul ö, osztotta el a feladatokat, meghagyta a kezdeményezést az ellenfélnek, és igazából nem ő hozta meg a döntéseket, hanem átengedte másoknak és mások meg rossz döntéseket hoztak folyamatosan. Ennyi. Nyilván ebben benne van a Napóleonnak már az öregedése is. Ugye 60 csatát vívott, abból 46-ot nyert meg, és ahogy öregedett, úgy azért már a képességei alább hagytak, uh -huh. Ez is benne van. Rossz döntéseket hozott igazából. Már már uh -huh. nem tudta olyan dinamikusan vezetni a seregét igazából. Nekem gondolom, mint... azért itt azért az is benne van, hogy ez már hogy a visszatérés után már nem lehetett a fajta sereget maga mögé doborozni, azért itt már azért sok vereségen túl vagyunk, úgyhogy nem annyira meglepő, hogyha még egybe csúszik. Az nem számított, hogy mekkora a serege, mert pont a legnagyobb sereggel szenvedte a legnagyobb vereséget, ugye az orosz hadjárat során, és ő nagyon sokszor állt ki kisebb hadsereggel, mint az ellenfél. Az, az nem volt tényező igazából. Itt az volt, hogy hogy nem nem volt az a dinamizmus, amivel külön-külön megtámadta volna a, az osztrák felett is, meg a porosz felett is, és akkor így lesöpörte volna őket, hanem várt, totyogott, izé, Itt a valóban a történelmi Napóleon ö, volt ilyen ö, tétovázó, és, és egyszerűen a döntéseket átadta másnak, akik meg nem, nem tudtak olyan jó döntéseket hozni. Én így tudom. Amen. Erre reflektál egyébként. Nekem ez zavaró nagyon a filmben, hogy nem áll össze egyébként logikailag, hogy mi történik. Tudom, hogy nem akarja, hogy összeálljon a fejembe, hogy mi történik, de hogy mond ilyen, vagy a legvégén a filmnek mondja a Napoleon ott a kadétoknak, hogy ő, minden, ő pontosan tudja, hogy hova kell tenni az a ágyukat, meg hogy milyen szögben, és hogy hogyan. Kell, tehát, hogy a tüzér, a tüzér múltjából ezt azért jól igen. megtanulta, igen. De hogy ezt nem tudja átadni a generálisainak, meg az admirálisainak, és hogy, hogy ez mennyire szomorú, és hogy igazából erre reflektál, csak ugyanakkor meg a csata jelenetben egyszer nem delegál, hanem áll morcosan és nézi az esőt. Ebből én nem jövök rá, hogy ő egyébként így hibázik, hogy próbál delegálni, és ezért, mivel nem tud átadni a tudását, ezért ott rossz döntések, meg rossz manőverek mentén elveszít egy, egy, egy nagyon fontos stratégiai csatát. Ez jó kérdés, hogy ilyen szinten mondjuk a, a Napóleonnak, vagy hát a császárnak kéne -e átadni a tudását, én ebben nem vagyok biztos, szerintem ez egy ilyen leegyszerűsítése volt a filmnek, mert az ő által a kialakított meritokratikus rendszer pont azért volt nagyszerű, hogy a tehetséges fiatalok akármilyen társadalmi osztályból származtak, ők fel tudtak jutni a legmagasabb polcra. A Napóleonnak a 26 marsaljából 11 a legalsóbb társadalmi rétegből származott paraszt volt, sörfőző... Varga, Bognár, hasonló, még a, a királynak, a vakont fogójának a fia is marsa tudott lenni, ami egy elképesztő karrierút, és tényleg a legtehetségesebb emberek tudtak mellette dolgozni, és nem kellett nemesi származás hozzá, és ilyen ezért is volt annyira nagyszerű a Napóleon hadserege, mert elképesztően kompetens volt a körülötte lévő stáb is, és igazából mindenki a, a posztjának a topja volt. Ezért fura a filmtől, hogy nem tudta ő átadni azt, hogy az ágyukkal hogy kell lőni. Ő ezt megtanulta, ugye hadászati iskolákban, ilyen trigonometriában, nagyon otthon volt, meg minden elképesztően képzett volt, de hát ezt mások is megtanulták uh -huh. a, az érdemi alapú kiválasztódású francia rendszerben viszont akkor, akkor még rosszabb a kép, amit fest, és most már az, a jelen korból, meg a jelenkor kor értékeiből ránézve is mennyire borzasztóan álságos, hogy van egy olyan értéke a Napoleonnak, ami a jelen nézve Igenis értékes. Abszolút. Tehát az, hogy az érdemeid alapján előre tud jutni, és azzal foglalkozás, ez a legjobban értesz, ez lenne a jelenkorunk egyetlen pozitívuma. Vagy akár azt is mondhatnám, hogy a kapitalizmus egyetlen ez egy pozitívuma. Nagyon jó üzenetlen, de ez, de ez ma szerintem nincs annyira érvényben, mint akár mint Napóleonnál. Simán ez érvényes lehet. Simán lehet, 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 de azért most így ezzel rezonálunk, meg mennyire. Aha. Mennyire szuper, meg mennyire nagyon. fontos, meg értékes ez a gondolat ezt nem mutatja meg, ellenben kimondatja Napóleonnal azt, hogy ő nem tudja átadni a tudását, miközben pont, hát nem ezt csinálta, de pont azt csinálta, mm. hogy, hogy a képességek mentén engedte, hogy fölfelé lépdejenek az emberek, és azzal foglalkoztassanak, amihez a legjobban értenek, és tanulhassanak. Tehát, hogy... Hát ha ezt megtette volna, akkor pozitív színben tüntette hát volna fel a Napóleont, és... Én azt mondom, hogy ez prekoncepcionálisan nem volt lehetőség Scottnál, hogy ő pozitívan mutassa be Napóleont, hanem még a pozitívumát is a végén úgy mutatja be, mintha ez az ő kudarca lett volna, hogy nem tudta ezt a tudást átadni, pedig ennek a rendszernek nem is kellett így működnie, mert ez automatikusan alulról szerveződve már sokkal jobban működött. Végtelenül kicsavart ezt a karaktert, tényleg. Tehát hogy biztos, hogy ez volt a koncepció, biztos, hogy tudatos koncepció volt az, hogy minden érdemétől fossza meg. És valami nagyon furcsa kicsavart karakter az A motivációját megváltoztatja tényleg, uh -huh. hogy a kapcsolat kapcsolatértette, meg azért, mert féltékeny volt az izé cárra, mert hetyegett ott a Josephine-nel. Ez semmi nem támasztja alá. Plegykák voltak erre. Erről a plegykáról persze Elba-szigetén Napoleon értesülhetett, de utána még ott Elba-szigetén értesült Zsuzefin haláláról is. Csak így a film azt mutatja, hogy féltékenységből hagyja el a szigetet, és megy vissza Franciaországba, mm. hogy találkozhasson zsuzefin és az út közben meghal Zsuzefin, és még nem is tájékoztatják őt, csak amikor oda megy. Hát szóval uh -huh. ez teljes hülyeség, uh -huh. teljes hülyeség az egész. Hát igen, mint hogyha a féltékenység motivál, két igen. hatalmas nagy utat is igen. a féltékenység motivál a fiamban. Igen, a fiamben, igen, ahol abszolút, lefonnál. és mind a kettő ferdítés. És hát a... nem a féltékenység, hát a, a punci, amit megújított. Hát, hát igen, híranán. igen de a féltékenység. Igen. Egyébként nem, igazából van az Ádámnak, nem a féltékenység, mert ő nem azt az asszonyt félti, hanem csak is a genitáliáját akarja kisajátítani magának. És arra. Te a ott mondva, akkor arra az a egy kulcs. Pillanat is. Teljesen igazad van. Jaj, de hát értitek, tehát, hogy a, a nő intellektusát az fel lehet adni postával, de a testét nem lehet feladni postával. Hát én... elvékered neki oda mennie. Hát igen. És egyébként Josephine egy nagyon intelligens ember volt, és valahogy ezt nem értem, ezt miért hallgatta el szintén Ridley Csak a levelezéséből, lett egy pici De az is már a halála utána, után egy levelezéséből egy ilyen kiragadott dolog, hogy majd oda... Odáll... De néha, néha beolvastak egy picit. Ugyanúgy hogy a filmnek az, 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 azok én, nem, a jelentei voltak a legjobbak. Hát a filmnek azok a jelentei voltak a legjobbak, amikor konkrétan a levelekből olvastak fel, hiszen az nem kellett forgatókönyvírás. És nekem ahhoz nagyon meghozta a kedvemet, hogy megvegyem. Egyébként látom, hogy van kötetben kaphatók ezek a Napóleon szakályos levelek, úgyhogy ezt mindenféleképpen akarom majd. Nagyon, nagyon erotikus. Egy, olyanokat ír benne Napóleon, a rajongása benne, hogy mennyire rajongott a Zsozefinnél, meg, meg ilyen pajkos volt, hogy izé majd megpuszilgatlak ott lenn, a, a fekete erdőt végig csókolom, meg ilyen. Hát lehet, lehet ez hogy, ez hogy a röfögés a akkor nem is volt akkor. Valami ilyesmi volt a filmen, szerintem. Nem volt. Hát a röfögés ez volt. Biztos, nem. Nem. Egy, egyik levélben volt valami ilyesmi, amit valahogy nekem igen. is. Lehet, ez ott nem, nem volt benne, élete mert élete. én ezt egy történésztő igen. hallottam. Hú. Na, pontozunk. és pontoszuk le? Jönkövetségek, mit mondtok? Na, akkor kezdj te, én ha. Ke én kezdem. Ö, én tegnap úgy voltam, hogy egyszer ezt meg lehet nézni, ezt a filmet, de így, így, így igazából nem érte meg egyszer sem megnézni, úgyhogy én egy négyes pontot fog eladni. Anna? Hűha, hát én most azon gondolkodom, hogy. Hogy ugye az én pontozásomban az átlagosan se nem jó, se nem rossz film az az ötös. Uh -huh. Milyenekben is. akkor Itt az kell áll, el... nem mi ja, ja, van, <laughs> Fé, megvalós, hát, nem biztos? Ja, neki fura pontozása van. te tehet sem a pontozást, amit nem most szerintem. Jó, és hogy én azt gondolom, hogy ez a film hatalmas. csomó szempontból, és hogy megérdemelne egy magasabb pontot, de azt is gondolom róla, hogy én ezeket a filmeket, amik tényleg ilyen ö, töredezetten mutatnak be egy nem koherens narratívát, és ilyen ideologizálva nyúlnak vissza méltatlanul történelmi figurákhoz, hogy ilyen morális értékítéletet vonjanak a jelen korunkból, rájuk nézve ezek engem nagyon-nagyon zavarnak. És hogy legszívesebben én is négyest adnék, de mivel értékelem ennek a filmnek a, a tényleg a grandiózusságát, a szerkesztettségét, a képeit, a benne dolgozó embereket, ezért mondjuk ötöst adok. Benne dolgozó hát emberek. a met... teljesítményre Az Alex, vagy Alex? A Apple-nek a pénzét érték de egyébként ezzel a ponttal. Ja, ja, ja. A nagy tőkét, a big, a big. Hát azért nem, nagyon sok pénzt el lehet úgy is költeni, hogy annak semmilyen következménye meg eredménye nincsen. Jó. Na Péter. Ö, az ötös nálam is ugyanezt jelenti ezen a skálán, és ezt azért említem meg, mert ö, egy ötös filmre még azt mondanám, hogy valaki meg kell, meg, azt mondjuk, hát, ha nagyon nincs más dolgod, akkor talán még esetleg, ha megnézed, nem veszítesz fel semmit, de nem is nyelsz fel semmit. Mm -hmm. Ez, ez az a film, amit nem érdemes megnézni. Ez az a film, amit valakit róla. Ez az a film, amit már azt mondom, hogy megkezdjük, hogy hát ezt inkább már ne is nézd meg, de már, én már hármas és négyes közt vaciláltam tegnap óta, ö, és csak azért adok négyest, mert a, mert a hármas film az inkább már azt jelenti, hogy felidegesít, és valamiben annyira rossz, hogy, hogy ideges leszek, ha kijövök a moziból. Uh -huh. Ez a film meg annyira nem Érzé volt semmilyen, annyira nem, annyira nem mondott semmit, és annyira jelektelen volt az egész. Próbált valamit, valami eleget adni, de annyira nem sikerült, hogy úgy jöttem ki a mezőből, hogy most néztem a vásznat, így tudunk róla valamicskét beszélni, nem sokat szóltam hozzá, de nem is adott hozzám a film semmit, de nem is vette el semmit, és így oké, megnéztünk egy filmet, nem tudom, négy. négy. Szerintem az a nagyon rossz filmeket és a nagyon jó filmeket érdemes megnézni. Így 7, 8, 9, 10, és az igazán rosszakat. Ez a 4, 5, 6, szerintem ez az, amit megnézhetsz, de nem igazán érdemes, mert pont ezért, amit mondtál, semmit nem ad, és semmit nem vesz el. Ez a film viszont tőlem elvett nagyon sok mindent. Elvett egy reményt, hogy Napóleont láthatom a vásznon, és egy nagyon hazug filmet láttam, és nekem nem jön ki a hármasból ez a film, szerintem rossz film volt, de én meg fogom nézni a négy órásat is. Akkor hatás gyakorolt rám. Hatás gyakorolt rám. Én ezen tudok gondolkodni, nekem ebből érzéseim fakadnak, és, és kíváncsi vagyok, hogy ezt még tudja lejjebb tornázni, a Ridley Scott, vagy esetleg följebb. Ha egy ötös film lett volna, akkor azt mondtam volna én is, hogy nem érdekel a bővített változat. De mivel ennyire rossz szerintem, ezért érdekel. Tehát tehát egy hármas. hármas, hármas, hármas. Azért egyes, kettesnek semmiféleképpen Aha. nem mondható, mert tényleg el volt készítve, felvették kamerával, beöltöztek jelmezekbe, zene jágász. volt alatta, meg volt a zene. Beletolták a pénzt rendesen, csak egy filmet láttunk, és nem egy Jaj. végtelenül káros propagandát, csak egy szerintem rossz filmet. sorry, seriously uh, can i give you some fucking fruit juice or i would love some fucking yeah, fruit juice even give the camera my camera antigo you have the camera yeah yeah <laughs> <laughs> Napolón kalapja vegán kalap volt, mert hogy más nem vesz fel a színét. De ez milyen kamerán kívül? <laughs> ez az kalap ve mi az kalap vegán kalap Mi az, hogy vegán kalap? hogy nem tudom, az anyagok nem, nem tartozott állat. Ja. Azért. Nincs benne bőr. Egyébként a kalap... Mert posztóból volt. A ka és... <laughs> igen, a kalap többször is a filmben benne van az, hogy az összes találkozás Józsefinél esetlenül leesik, akkor utána nyúl. Ja, tényleg. Nem veszi fel. És ez többször be van mutatva a filmben, hmm. hogy az is ilyen esetlen Legánk béna.